magyarnak lenni Brüsszelben, hát egy biztonságos emigráns érzés egyrészt. Másrészt, ami a kérdés lényegét illeti, arra nagyon egyszerű lesz a válasz, és szerintem viszonylag keveset fogunk erről vitázni. Nem jó érzés olyan értelemben, hogy ennek a kormánynak nem sikerül az érdekérvényesítés nagyobbik részét kivitelezni. Van egy kisebbik része, amit sikerül, és van egy jóval nagyobbik része, amit nem sikerül. És nem csak azért, és ez a fontos, amit mondani szeretnék, nem csak azért, mert adott esetben kormány és ellenzék rendszeresen máshogy látja, hogy mi is lenne a nemzeti érdek egy adott kérdésben. Ez természetes. Ez minden politikai rendszerben nagyjából azért így van, hogy ezen lehet vitatkozni, hogy mi a nemzeti érdek. Hanem azért, mert a saját elvárásaihoz, saját céljaihoz képest sem képes a kormány teljesíteni azt, amit meghirdet, elvállal, hangoztat, reklámoz, kampányít mellette. És ez baj, nekem le is lövöm mindjárt az elején a poént, ezt szűkebb körökben többször elmondtam, talán le is írtam valamikor, hogy az igazi veszély Magyarországot nem abban az értelemben fenyegeti emiatt, hogy nagyon súlyos büntetéseket rónak ki rá, még az is előfordulhat. Szerintem a sokkal nagyobb veszély az az, hogy az Európai Unióban egy idő után elkezdenek majd legyinteni. Most is teszik. De hogy ez sokkal nagyobb kárt okoz Magyarországnak, mint hogyha egy aktívan vitában álló, ha úgy tetszik, ellenséges Brüsszellel szemben érdekeket érvényesíteni, egyszerűen ráhagyják. Hát tudjátok mit? Csinálja. Na ez a legrosszabb, ami Magyarországgal történhet, és ebben a pillanatban szerintem már ebben a szakaszban vagyunk. Lassan a kutyát sem érdekli, hogy most éppen az utolsó meghirdetett céljához képest mit akar a kormány, vagy mit nem akar a kormány. A brüsszeli különböző intézmények, ebben majd nyilván belemegyünk, hogy mely intézmények hogyan. Teljesen rutin módon addig szorítják le a magyar igényeket, kéréseket, ameddig csak lehet, mert nem érdekli őket, hogy ennek mi lesz a következmény, mi nem lesz a következmény az országra nézve. Nagyon ritkán lehet hallani olyan hangokat, hogy de akkor most ez most jó lesz ez a magyaroknak? És akkor hát pár ellenzéki képviselő néha megpróbálja elmagyarázni. Nem lesz jó, de ez viszonylag kevés. Úgyhogy én megnyitónak csak ennyit gondoltam, de úgyis bele fogunk menni, gondolom, a részletekbe. Köszönöm szépen. Először is, és mindenek előtt hagyj köszönjem meg a meghívást, mert nekem egy kellemes meglepetés volt, amikor kaptam a meghívót az LMP-től, mert ez mutatja, hogy az LMP-ben is érzitek, hogy azért attól, hogy valaki szoci, attól még érdemes vele esetleg egy asztalhoz leülni, beszélgetni. Úgyhogy nagyon nagy büszkeség volt, hogy meghívtatok. Aztán láttam a délutáni programot, hogy Kövér László is itt lesz, akkor meg kicsit elgondolkoztam. De ezzel együtt, miután azt is láttam, hogy a beszélgető partnerem Tamás lesz, innentől megint visszatért inkább a büszkeség, mert hogy jól körbeudvaroljam a hazai terepen a betétársamat most az asztal mögül, Tamás az egyik legfelkészültebb Európához értő politikusa Magyarországnak. Így aztán két szakértő mellett én most éppen tanonc vagyok Brüsszelben, hiszen önkéntes vállalásom volt, hogy a hosszú belpolitikai pálya végén, vagy közepén, vagy elején, vagy nem tudom melyik részén, de megpróbálom megtanulni azt az Európát, amit ma érzünk és látunk, azt az intézményrendszert, amelyre én korábban nem foglalkoztam, úgyhogy részben hallgató társatok és beszélgető társatok leszek, most részben pedig tanulok majd tőletek. Hogy a kérdésre elkezdjek válaszolni, én messzebbről indítok. Ma szerintem Európa a legmélyebb válságát éli a világháborút követő békeszerződések, majd az azt követő európai közösség és az integrációs folyamat kezdete óta legmélyebb válságát. És erre sajnos Európából kétfajta válasz, reakció érkezik. Az egyik, én tökéletesen egy kalap alá veszem a populistákat és a kifejezetten radikális, sok-sok országban komoly erővel, más országokban csak néhány százaléknyi erővel bíró, nem egyszerűen Európa ellenes vagy szkeptikus, hanem kifejezetten az Európának, az európai projektnek, az Európai Uniónak, a közösség eszményének ellentmondó radikális szélsőséges. Sokszor fasisztoid, sokszor egyszerűen csak nacionalista pártokat, de őket egy kalap alá veszem azokkal a populista pártokkal, akik egyébként egyszerűen csak szavazatszerzési okokból mennek neki Európának folyamatosan, ilyen a mi Viktorunk is. És vannak a politikai erők, a reális politikai erők, ilyen például az LMP és az MSZP is, amelyik Európa párti politikai erők,
De egyébként nagyon nehezen tudjuk azt megfogalmazni, hogy a mai válságból hogyan tudnánk tovább menni előre. Én egyet tudok családapaként, hogy Európa szétesése, Európa szétcincálása, az nem csak az Európai Unió végét, hanem Magyarországnak is egy elképesztő katasztrófát hozhat. Mert hogy semmiben nem különböznek a mai politikusok a 300 évvel ezelőtti, a 100 évvel ezelőtti, vagy a 70 évvel ezelőtti politikusokhoz képest. Aki politikai hatalmat kap, aki megérzi ennek az ízét, akihez kellőképpen demagóg, vagy kellőképpen kontrollálhatatlan, az onnantól kezdve ön- és közveszélyessé válik, és amikor három országban egymás szomszédjában közveszélyes politikusok kerülnek a hatalomra, akkor értelemszerű, hogy egymásnak fognak esni, és ezekből alakultak ki korábban a háborúk. Éppen ezért én most magyarként nagyon nehezen élem meg a hétköznapokat Brüsszelben, mert fogalmam sincs, hogy a különböző magyar diplomaták vagy éppen szakemberek a világ bármely pontján, hogy magyarázták a 30-as évek és a 40-es évek Magyarországát akkor, amikor beszélgettek a világ folyamatáról. Nem tudom, hogy Rákosi alatt mit mondott a külföldre küldött diplomata garnitúra vagy szakemberek, hogy magyarázták a Rákosi korszakot akkor ott magyarként, mert nem a magyarságukat tagadják meg ilyenkor értelemszerűen, hanem csak a kormányzati, politikai és hazai viszonyokról fogalmaznak meg véleményt. És az az igazság, hogy nekem ma ez a legnagyobb problémám, hogy itthon tök egyszerűen lehazaárulózzák az embert, amikor odakint igaz, hogy az én hitem szerint magyar érdekeket képviselve, de a magyar kormányzati politikát és a mai rendszert kőkeményen bírálom. Tehát nehéz megélni a hétköznapokat, ez a lényeg. És amit Tamás mondott, hogy ennek az a vége, és a Magyarországról szóló, nem általunk generált híreknek, mert nehogy azt higgye már valaki, hogy a külföldi kormányzatok a magyar EP képviselők nyilatkozataiból táplálkoznak, és onnan veszik a Magyarországról szóló információikat, dehogy is ennél sokkal felkészültebbek, sokszor többet tudnak Magyarország belső állapotáról, mint mi magunk. De egyszerűen minket lehazaárulóznak, és közben pedig az uniós intézményrendszerbe egyre inkább veszítjük súlyunkat, és magyarként egyre nehezebb magyar érdekeket képviselni. Köszönöm szépen ezeket a súlyos szavakat és nehéz gondolatokat így mindjárt az elején, de én föl is venném a kesztyűt ebben az értelemben, mert ugye pont az az Európai Bizottság, amely a hazai kormányzat szerint egy elefántcsontoronyban él, és gyakorlatilag fogalma sincsen, hogy mi folyik Európában, illetve a világban. Az a Juncker azzal kezdte a mandátumát, hogy a saját bizottságát az utolsó esély bizottságának nevezte el, és valóban azt látjuk, hogy akár kelet felé tekintünk Ukrajna, akár dél felé tekintünk Görögország, menekült kérdés, akár nyugat felé tekintünk Britannia, és hát akkor, ahogy mondod, a magyar kormányzat, amit tesz a destabilizációért, azt végül is azért szívesen megteszi. Éppen egy tegnapi beszélgetésben jött elő az, hogy valóban ezek a körök, akik verbálisan arra játszanak, hogy gyengítsék az Európai Uniót, végig gondolták-e azt, hogy mi van, hogyha ezek a álmaik, vágyálmaik, rémálmaik megvalósulnak, és ez az ország, amely gyakorlatilag ebben a pillanatban a hét szomszédjából négyel feszült politikai viszonyban van, hogyan képzelni a következő lépést. Ez nem teljesen világos. Nem tudom, akarsz erre reagálni, vagy ez csak akkor beszélgetünk, igen. Én esetleg rátérnék akkor már a bizottságra, hogyha itt vagyunk, és az új bizottságra, azon belül is ugye, ha már a témánál maradunk, a magyar érdekérvényesítésre. Hogy látjátok Navracsics Tibor tevékenységét, kabinetjének munkáját, illetve egyáltalán, ha már csak ilyen tényeket veszünk figyelembe, hogy a 28 kabinetbe egyetlen plusz magyart nem sikerült delegálni, illetve benyomni, tehát ez már mindjárt a kezdésnél egy nagyon érdekes felállás volt. Tehát hogy látjátok őt, az ő elismertségét, illetve az ő érdekérvényesítő képességét?
Navracsics Tibort nagyon régóta ismerem, és egyébként ennek a mai gépezetnek egy olyan tagjáról van szó, aki, hogyha más lenne a miniszterelnök és más lenne a politika, akkor szobrot tudna magának készítetni a jövőben, már hogy a tevékenységével olyan elismerést válthatna ki. Navracsics Tibor egy kifejezetten jól felkészült és gondolkodó politikus, ez viszonylag ritka a mai rendszerekben. Ehhez képest Navracsics Tibor óriási bűne saját magával szemben. Saját magával szemben, hogy bevállalta az Orbán kormány először miniszterségét nagyon nehéz időszakban, és olyan törvényeket vett a nevére, amelyek meggyőződésem, hogy Európa ellenesek és magyar ellenesek, hogyha már egyébként a rendszeresen mi is hasonló szép szavakat kapunk meg a túloldalról, kifejezetten a magyar demokráciának és a magyar civil szférának, a magyar sajtószabadságnak, és még sorolhatnánk, a tönkretételét előkészítő, célzó intézkedések sokassága Navracsics Tibor neve alatt futott. Még hogyha lehet, hogy ezeket ő készen kapta és csak bevállalta. Ezek után neki ez egy látható menekülőpálya volt a bizottsági tagság. Éppen ezért Tibor nem küzdött meg azért, hogy valami elképesztő súlyos területet kapjon. Egyszerűen az volt a fontos számára, hogy széket foglaljon, és hogy ki iratkozhasson az Orbán kormányból. Pontosan tudjuk, hogy a közéleti emlékezet is, és pláne a közélettel kevésbé foglalkozó emberek emlékezete is meglehetősen rövid. Ezért Tibor el fogja tudni játszani 10 év múlva, hogy neki semmi köze nem volt az Orbán rendszerhez. Ő egyébként Brüsszelben magyar érdekeket képviselt, és nagyon fontos területeken oktatás és kultúra és sport és ifjúság területen végzett kitűnő szakmai munkát. Ott aztán hibát egyébként nem lehet elkövetni, tehát ilyen szempontból jó széken ül. Azért sem lehet hibát elkövetni, mert se pénz, se paripa, sőt, fegyver sincs a rendelkezési eszköztárában. Éppen ezért szerintem hiba lenne, és nem lenne korrekt Tiborral szemben, hogyha mondjuk a munkáját ahhoz képest értékelnénk, hogy mit végez az Európa összérdekei szempontjából, mert vajmi kevés az a súly, amit ő kapott ehhez. Ezzel együtt én foglalkoztatom őt, bele is többször együtt szoktunk utazni, tehát nem vagyunk haragos viszonyba. Rendszeresen, majd minden héten teszek fel az ő kabinettjének, illetve neki olyan kérdéseket, amelyek magyar kérdések. Például éppen tegnap jelent meg a Népszabiban az egyházi iskolák finanszírozásával, Európai Uniós fejlesztési támogatásával kapcsolatos anomália, amit kénytelen voltam megkérdezni, mert lesütött a pályázatról, hogy egyébként ez elképesztő, egy fazonra kiírt pályázat volt, és kisegyházak és sokan nem kaphattak belőle támogatást. És Navracsics Tibor, azt kell mondjam, bármilyen ilyen kérdést fölteszek, a korrekt választ megadja, tudjuk ilyenkor, hogy a kollégák készítik elő a választ, de ő kénytelen aláírni. Szóval majdnem minden héten kapok egy kérdésemre egy olyan választ, amelyben Navracsics Tibor elhatárolódik kőkeményen az Orbán kormány intézkedéseitől. Ebből a szempontból nekem egyébként ez egy kellemes meglepetés, ennek igyekszem mindig is hangot adni és hírt csinálni belőle itthon. Ezzel együtt az ő tevékenységét érdemes lesz úgy is vizsgálni, hogy mennyire lesz hajlandó a legélesebb pillanatokban az európai közös érdekeket, a bizottság tagjaként való képviseletet felvállalni, és megy szembe az Orbán rezsimmel és az Orbán kormánnyal. Ezt még nem tette meg, sőt, ugye az előző időközi választáson ő maga személyesen beszállva konkrét kampányt folytatott, amit egy biztosnak nem lehetne megtennie. Úgyhogy szerintem az elmúlt fél év alapján nem lehet értékelni igazából a munkáját. Hozzáteszem, hogy csak Magyarországról az elmúlt években mintegy 40 ezer diák jutott Erasmus programbeli lehetőséghez. Ez Európában eddig egy 3 milliós, és a következő néhány évben ez fölmegy 5 milliós létszámra. Ezt gondoljuk el, hogy micsoda fantasztikus lehetőség. Erasmus program például ott van Tibor alatt, tehát neki a lehetőségei között van, hogy továbbfejlessze. És ha csak egy mondatot még hozzátehetek, ha már Európa válságáról beszéltem az első válaszban, akkor azt gondolom, hogy Európa kilábalásának egyik legfontosabb pontja, hogy tud-e valamit kezdeni az Unió a saját ifjúsági, az új korosztályaival, mert azok a ma 13, 14, 15 vagy éppen 20 éves fiatalok, akik teljes kilátástalanságba mennek iskolába, majd utána próbálnak munkát találni, ugye csak európai, csak az Unióban nagyságrendileg 6 millió fiatal munkanélküli van, 6 millió,
vannak országok és régiók, ahol ez 30-40-50%-os, nálunk sem kicsi. Most ehhez képest, hogyha ezeknek a fiataloknak átképzési, képzési programokban, oktatási programokban és az unió, a közösség szellemiségében tudunk jobbat kínálni és többet, mint amit a radikális pártok, vagy a kifejezetten populista politikai erők, akkor ez egy fontos szempont lehet. Na most Navracsics Tibornak itt fel van adva a lecke, hogy védje az Európai Unió és jövőjének érdekeit. Na, hát köszönöm szépen, megint abban nem lesz köztünk vita, hogy hogyan értékeljük Navracsics Tibor tevékenységet, ebben ezt én minden estől aláírom, amit mondtál. Szerintem is gyakorlatilag az történt, hogy menekülőre fogta a dolgot, és arra a legalkalmasabb egy súlytalan biztosi pozíció volt. A nagy súlyú, komoly befolyása biztosi pozíciónak pontosan az a hátrány, hogy annak folyamatosan egyeztetnie kell a magyar kormánnyal is. Az nem tudja azt eljátszani, most Tibor egyébként tényleg nagyon korrekten végigcsinál, hogy megadja azokat a válaszokat, amiket, hogyha a kormányzati szerepből kéne megadni, akkor másnap már nem lenne miniszter. Hát ez az kell, hogy egy teljesen súlytalan tárcát kapjon, ezt a súlytalan tárcát meg is kapta. Ez a tárca nem azért súlytalan, mert nem fontos, ez az a tárca azért súlytalan, mert ezek a területek gyakorlatilag elenyésző részben tartoznak az unió kompetenciája alá. Ezek majdnem mind tagállami kompetenciája, vagy ilyen vegyes kompetenciájú területek. Erre szeretnék majd egy picit később visszatérni, lehet, hogy még ebben a hozzászólásban. Most megtenném azt a kört, amit az elején megspóroltam, hogy hát ha már azt mondta Csaba, hogy a Juncker bizottság, mint az utolsó esély bizottsága határozta meg magát, ehhez képest már a terveiket is elképesztően alacsony ambíciós szintre lőtték be. Tehát, hogy ha az utolsó esély bizottságának az az én képe, hogy az utolsó esély nevében nem csinálunk semmit, akkor ez egy sikeres bizottság lesz. De én tartok tőle, hogy ez nem fog így normálisan működni. Ez egyébként nekem első terminusban levő képviselőnek is érezhető. Tavaly ősszel, amikor beindult a rendes plenáris ülésezés, és jöttek be az előző, az utolsó, nem nagyon jó Barroso bizottságtól átvett fájlok, akkor úgy szakadt a nyakunkba a munka, hogy Strasbourgban látástól Mikulásig, tényleg reggel 8-tól este 8:30-ig ült az ember, és akkor 8:30-kor kezdett el még tárgyalgatni külön-külön más képviselőkkel, mert még akkor elmaradt egy-két egyeztetés. Most ott tartunk, hogy lementek azok a dossziék, lementek azok az ügyek, különböző típusú parlamenti ügyek, amik még a Barroso bizottságban maradtak, és volt már olyan, most már Strasbourgban, hogy gyakorlatilag szabad napom volt, hogy magam választhattam meg, hogy melyik plenáris napirendi pontra megyek be, hogy bemegyek esetleg egy rendkívüli bizottsági ülésre, ami nem az én bizottságom, azért, mert a Juncker bizottságnak olyan a törvényhozási terve, hogy hát amellett bizony én akár hetente kétszer is haza tudnék jönni. És ez elképesztő nagy baj. Tehát egy ambíciószegény bizottsággal kezelni az Európai Unió legnagyobb válságát, az bizony egy viszonylag nehéz feladat. Tehát van itt egy ilyen probléma is, hogy ez a bizottság alapvetően nagyon viccesen viszonyul ahhoz, hogy tényleg úgy látja a bizottság több tagja is, hogy itt egy komoly válsággal nézzem az Unió. És mindezt valahogyan a normális csatornákon kívül a fene tudja, hogyan igyekeznének kezelni. Majd később, ha lesz rá időenergia, meg türelem, akkor belemehetünk mondjuk, hogy mit jelent egy Juncker terv a válság mértékéhez képest, hogy mit használ, vagy mit nem használ. De még egy ilyen általános megjegyzésem lenne. Bocsánat, ilyenkor előjön belőlem a néha ilyen tanárember, aki megpróbálja ilyenkor az intézményi közegben felvázolni, mi hol van, meg hogyan vannak a politikai erőviszonyok. Az a legnagyobb különbség szerintem az előző parlamenti ciklushoz képest, hogy nincs meg az a masszív többsége a nagy koalíciónak nevezett a bizottságot általában támogatásáról biztosító politikai csoportosulásnak, ami az előző ciklusban megvolt. Az előző ciklusban az történt, hogyha a néppárti, a szocialista és demokrata frakció és a liberális frakció közül ők alkották a bizottság parlamenti háttértámogatását. Ha ebből kettő megegyezett, az általában biztosította a kényelmes többséget a parlamentben.
Ez most már nincs így. Most is ugyanez a támogatói csoport, de most már nem elég az, hogy ketten megegyezzenek. Ha a harmadik esetleg elkezdenek kiszavazni, akkor mindenfelé kell kezdeni szavazatokat keresgélni. Úgyhogy ettől a parlament politikai értelemben sokkal mozgékonyabb, vagy ha úgy tetszik labilisabb, vagy ha úgy tetszik érdekesebb lett. Több benne a politika. Nincs az, hogy van két nagy csoport, az megegyezik, és akkor az körülbelül úgy működik, mint Magyarországon a kétharmad, hanem az van, hogy ha csak ketten tudnak megegyezni, akkor még kell keresgélniük szavazatokat, és ezért mindenfelé kompromisszumokat kell kötögetniük. Ez hol jó, hol rossz, tehát ez nem mondom, hogy ez mindig jó, de ez az, ami az Európai Unió standard működése is, úgyhogy ez, ebben viszonylag, mindenki viszonylag kényelmesen érzi magát. A válságkezelésre azonban ez nem mindig alkalmas. Egyrészt, mert ez nagyon lassú folyamat. Tehát nyilván minden ilyen egyezkedés lelassít mindenféle döntéseket. De, és akkor itt térek vissza arra, amit István mondott, ha tényleg úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió válságának egyik legfontosabb területe, tünete, eleme az, ami az ifjúsággal történik Európában, tehát mondjuk a 30 alatti évjáratokkal, akkor bizony azzal kell elkezdenünk foglalkozni, hogy hogy is vannak a hatáskörök ezeken a szakpolitikai területeken, vajon rendesen szét vannak-e osztva, és ez automatikusan ki fogja nyitni a nagy intézményi átrendezések kérdését. Az ifjúságpolitika, a munkaerőpiaci politika, az oktatáspolitika, ezek valójában nem Európai Uniós területek. Ezek vagy tagállami kompetenciában vannak, vagy ilyen vegyes vágott felállásban, mint az ifjúságpolitika, aminek van Európai Uniós szakpolitikai része, de a nagyobbik része valójában az tagállami kompetencia. Ha ezekre európai szintű megoldást, tehát olyan megoldást keresünk, ami hát valamennyire feltételezi, hogy mindenki hozzájárul, meg mindenki érdekelt benne, és mindenki végre is hajtja, akkor ezekről el kell dönteni, hogy ez uniós kompetencia, vagy nem uniós kompetencia. Ki kell nyitni igenis azt a kérdést, hogy mi Európa, mi nem Európa, hogy vannak az intézményi hatáskörök, hogyan vannak az intézményi feladatok, és hogy van ennek a politikai számon kérhetősége. Ettől ebben a pillanatban mindenki óckodik, a leginkább a Juncker bizottság. A Juncker bizottságból bárki, amikor meghallja azt, hogy hát akkor előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy a szerződések, jaj, azt nem, mert hogy hát majd akkor jönnek a szélsőjobb, jönnek az euroszkeptikus, azért nem, mert akkor majd minden. Hát ez számomra egy teljesen értelmezhetetlen válasz egyébként. Európa akkora válságban van, hogy nem az a nagyobb kockázat, hogy félünk attól, hogy mások is beleszólnak, hanem az a nagyobb kockázat, hogy inkább nem beszélünk róla, mert hát ha akkor majd magától megoldódik. Úgyhogy szerintem nem lesz elkerülhető legalábbis ennek a bizottságnak a ciklusának a végére, hogy kinyíljon teljesen a szerződések kérdése, a hatáskörök kérdése, a politikai felhatalmazás kérdése, a számonkérhetőség kérdése. Például az, hogy az Európai Parlament egyetlen egy ponton rettenetes módon alapvetően különbözik más, a legegyszerűbb akár regionális törvényhozási testületektől, hogy saját maga nem kezdeményezhet törvényt. Kész. Nincs, tehát nincs egy regionális parlament egy európai államban általában rendelkezik a saját hatáskörében azzal a jogosultsággal, hogy a szabályozást maga kezdeményezés ne várja meg, amíg a végrehajtó hatalom kezdeményezést nyújt be. Ezzel az Európai Parlament nem rendelkezik, és enélkül valóban viszonylag nehéz lesz egy politikailag komoly felhatalmazással rendelkező számon kérhető európai politikát kikényszeríteni. De lehet, hogy erre még vissza tudunk térni. Közben vághatok kérdés nélkül, csak azért, mert ehhez szeretnék kapcsolódni, és bármit is kérdezni, elkezdenék arra válaszolni, ez még udvariatlan lenne. Azt hiszem, hogy itt a dolog rákfenéje, és hogyha abban a Junckernek, amikor színpadra lépett Strasbourgban, akkor teljesen igaza volt, és szerintem mindannyian bólogattunk, legalábbis a terem egy jó része, kétharmada egészen biztosan, bólogatott ahhoz, hogy ez a ciklus, ez Európa szempontjából sorskérdés lesz, hogy hogy alakul. Persze, akkor is láttuk már a migráns problémát, tehát a geopolitikai helyzet és mindaz, ami körülveszi az Európai Unión kívüli térségeit a világnak, nem csak a globális versenyben az új feltörekvőkkel, hanem az összes olyan konkrét háborús helyzet, vagy az egyébként feszültségzónákból akár háborús helyzetért
kialakítani képes politikai szituációk, ez most jó bonyolult mondat volt. Szóval egy olyan helyzetben van Európa, amikor azt mindenki érzékelte, hogy a mai döntéshozatali mechanizmussal képtelenség normális szerepet vállalni a nagy világ folyamatokban. Ez volt az egyik kérdés. A másik pedig az unión belüli problematika. A lassulás, gazdasági lassulás, az eladósodottság, az alapvetően a déli államokra jellemző, azóta erről már sokkal többet tudunk, mint egy évvel ezelőtt, komoly gazdasági és költségvetési finanszírozási válságok. És mindaz, amit a gazdasági világválság után Amerika túlélt láthatóan, egészen más irányítási mechanizmussal, az új feltörekvő Kína és a többiek pedig, akár dél-amerikai államok pedig köszönik szépen a maguk problémáik mellett, de azért Európához képest egészen más gondjaik vannak. És így futottunk bele ebbe a ciklusba. Na most ezt mindenki tudja, mindenki érti, és ott vagyunk Brüsszelben, és azt látjuk, ahogy Tamás is mondta, hogy semmi nem történik. És én ezért például a saját frakciónkon belül, az SND frakción belül, ami most a második legnagyobb frakció, elkezdtem egy ilyen lázadásos folyamatot, összeszedtem a 40-40 alatti képviselőket, és elkezdtünk egy ilyen SND 40 csoporttal egy folyamatos minden frakciülésen, minden egyes kérdésben egy nem eltérő véleményt, de egy ilyen harci kürt megfújó folyamatos válságjelzést adni, hogy a 20 meg 25 éve ott ülő képviselők, németek és mások, akik halálkényelmesen, hát majd megoldódik, meg csináljuk, meg már 3 évvel ezelőtt is keddenként 11 órakor nekem, nem tudom milyen programom volt, ezen nem fogok változtatni. Tehát ezzel a megszokott menetrenddel szembe vagyunk néhányan, remélem, hogy az új tagállamokban minél többen, és a régiekben pedig egyre többen, akik jelzik, hogy itt lesz a vége a történetnek, mert nem fogjuk tudni megoldani sem a külső, sem a belső fenyegetettségeket. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon egyetértek, hogy ezzel valamit kezdeni kell, a szerződésekhez hozzá kell nyúlni. Csak hát. A szerződésekhez úgy hozzányúlni, hogy Magyarországon egy Orbáni típusú gépezet, és aztán most elemezhetnénk 28 tagállamot, hogy melyikben milyen belpolitikai okokból fognak tudni nehezen reagálni a görögöktől az Egyesült Királyságig. Ilyen szituációban én nem is tudom, hogy kéne jöjjön egy tündér, és így a varázspálcájával lendít egyet, és akkor mindenki megvilágosodik, és meg tudnak egyezni az európai tagállamok. Én ma nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy rövid időn belül képesek legyünk szerződéseket kötni. Nem tudom, mi az a trauma, ami utol kell érje a mai kor döntéshozóit, és az őket megválasztó társadalmakat, hogy fölfogják, hogy itt egészen máshogy kell folytatni. És van egy félelmem, de nem én vagyok a történész, hogy valami hasonló érzete lehetett sokszor az európai folyamatokban azoknak az embereknek, akik látták előre, hogy itt bizony néhány éven belül még súlyosabb egymásnak feszülések lesznek, mert nem volt más kimenetele az ilyen szituációknak, mintha egymásnak estek az országok, vagy éppen a királyok, hadurak háborúkat provokáltak. Na most ez az, amire azt mondom, hogy az utolsó cseppi vérünkkel meg kell védeni a békét. Nem tudom, hogy tudjuk például a saját magyar fiatal korosztályunkat, akiknek a nagy többsége, ahogy látjuk, halljuk, jobbikos támogató lett már. Nem tudom, hogy tudjuk arról meggyőzni, hogy az európai projekt az pont azért jött létre, hogy ne gyilkolják halomra az ő korosztályuk tagja. A nagyobb probléma a megosztott hatáskörökkel van, úgy, ahogy Tamás elmondta, hogy ha egyszer mondjuk az én fiam most 15 évesen szegedi, szőregi lakosként az ő jövőjéről gondolkodik, vagy az ő osztálytársai, akkor neki doszt mindegy, hogy egyébként az őróla szóló döntéseket Budapesten hozzák, Szegeden hozzák, Brüsszelbe hozzák, milyen alkufolyamatnak köszönhető. Ő azt akarja, normális iskolában járva, utána normális végzettséggel normálisan elhelyezkedhessen, és egy nyitott normális társadalomba élhessen. És ennek nincsenek meg a feltételei, mert ezzel a megosztott döntési kompetenciával képtelenség egyszerűen nagy kérdéseket megoldani. Nagyon szépen köszönöm ezt a igazán átfogó képet az EU jelenlegi dilemmáiról, illetve a válságáról. Én most visszatérnék a táncházikájához, tehát a magyar érdekérvényesítéshez az EU-ban, és egy újabb, ha úgy tetszik, hatalmi csomó pontra vetíteném a
a fénycsóvát, ez pedig az úgynevezett állandó képviselet. Aki esetleg nem tudná, ez gyakorlatilag a magyar kormányzat, a magyar állam diplomáciai testülete, ami az Európai Unió intézményeihez van rendelve. És itt gyakorlatilag több hullámban láttunk átszervezéseket és nagyon komoly személyi cseréket 2010 óta. Amiért ezt most kiemelem, az az, hogy itt ezekben a napokban és hetekben egy újabb komoly váltás történik. 35-40%-át az AK munkatársainak hazahívják, ők főként minisztériumi emberek, és Lázár János ugye büszkén jelentette be a június 23-ai nemzetbiztonsági ülés meghallgatásán, hogy bizony nem véletlen, hogy az állandó képviselet és a külső hírszerzés és az információs hivatal egy fedél alatt van, és ezzel a lendülettel bejelentette azt is, hogy elégedetlen az állandó képviselet munkájával. Én azt kérdezném a vitapartnereimtől, hogy hogy látják jelenleg a képviselet, vagyis rövidítéssel az AK munkáját, és ha megpróbálunk esetleg a Lázár János horizontjába beférkőzni, akkor milyennek látják a jövőt, a közeljövőt az AK munkájában? No, megint annyival kezdeném távolabbról, hogy az egyébként nem egy elméleti kérdés, nem egy elméletileg eldönthető kérdés, hogy egy kormányzati államigazgatási rendszeren belül hol van jó helye az Európai Uniós képviselet felügyeletének, vagy pontosan melyik a felügyeleti szerve, melyik minisztérium, és az kinek, hova, hogyan jelent. Nagyon sokféleképpen elrendezhető ez. Vannak érvek amellett is, hogy ez legyen a külügy része, vannak ennek érvek amellett is, hogy legyen egy valami központi miniszterelnökségi része, van annak is értelme, hogy legyen valami gazdasági minisztérium alá tartozó része. Sokféleképpen lehet, nincs rá. Nem egy elméleti kérdés, ez egy gyakorlati kérdés, hogy hogyan lehet kényelmesen megoldani egy adott államigazgatáson belül. De az biztos, és azt mindenki tudja, hogy az államigazgatás minden átszervezése az általában a politikusnak jó, mert az egyrészt lecseréli az embereket és saját lojális embereit hozza be, másrészt lojalitást kényszerít ki a benn hagyottaknál is, akik azt érzik, hogy nekik most teljesíteniük kell azért cserébe az adott politikus felé ezen a lojalitást teszten, azért cserébe, hogy ők benn maradhattak. Ezt minden rendszer mindig tökéletesen jól tudta használni, ez a Rákosi, Kádár, Sztójai, Döme, mindenki így működött. Ez tökéletesen jól működik, ez az államigazgatás egyik alapja. Jön a politikus, nem azért cserél le, mert működési hatékonyságot akar, nem azért cserél le, mert valami nagy filozófiai elképzelése van arról, hogy hogyan kell vezérelni, hanem azért, mert azzal lehet lojalitást erősíteni az intézményen belül. Csak hogy ennek a másik oldalon van egy olyan költsége, hogy amíg ez a tesztelés zajlik, hogy ki az én barátom, és ki az én patrónusom, és ki az én megbízható beosztottam, addig az ügyek meg nem intéződnek el. Ennek iszonyatos súlyos költségei vannak általában a napi működésében ezeknek a szervezeteknek. Ez történik ebben a pillanatban az AK-val is. Nem az a kérdés, hogy az új vezetése az AK-nak kint jó lesz, az bőven lehet, hogy jó lesz. Az a kérdés, hogy mikorra tud visszaállni arra a szintre, hogy egyáltalán tudja, hogy mik a napi ügyek rutin menedzselésének a folyamata, hogy azt kinek, ki kinek hova, mikor, mit jelent, ki kinek, kitől, mikor, hogyan fogad el utasításokat, milyen feltételekkel. A magyar államigazgatásban az elmúlt 7 évben, ebben a külügyi részében, ami a külügy, európai ügyek, AK, minden együtt, legalább 3 kirúgási és átszervezési hullám ment végbe. Ez elképesztően sűrű, tehát ilyet nem csinálnak normális kormányváltások idején, de még rendszerváltások idején sem valójában. Hogy 3-szor kirúgdalják az állomány egy meghatározó részét, mondjuk a 30%-át. Ennek Magyarországon vannak külön politikai okai, ebbe is belemehetünk később. Ugye hát a 2010-es kormányváltásnál volt ez a fülkeforradalmas felhatalmazás, hogy most valami teljesen mást kell, úgyhogy Kovács Laci bácsi emberét rúgjuk ki a külügyből. Ez a magyar kormányváltások forgatókönyvébe éppenséggel még illeszkedik, azoknak megvolt az a sajátos kellemetlen tulajdonsága persze, hogy minden egyes kormányváltással egy szinten mélyebbre ment, úgyhogy 2010-ben ebben a nagy lelkesedésben már körülbelül a mondjuk a pedellusnál tartottunk az iskolában, tehát nem a
államigazgatásnál, hanem az iskolai, általános iskolai pedagógusnál, és ez mind politikai kinevezett lett hirtelen. De akik oda bekerültek, azok általában a Fidesz, hát holdudvarában, rendes szakmai képzésben részesült, és rendesen, rendes szakmai háttérrel rendelkező emberek voltak, mondjuk a külügyben, mert azt tudom konkrétan. Bekerültek, elkezdtek dolgozni, és hogy 2012 végére kiderült, hogy hát olyan 90 fokban, 120 fokban megváltozott a politikai irányvonal, amire ők ki voltak képezve mondjuk a Corvinuson, az a rendes, masszív, atlantista, Európai Uniós, Amerika legfontosabb szövetségesünk, azután jön az Európai Unió, és ehhez fogunk igazodni. A nagy energetikai lobbik közül mi elsősorban az olajiparra bazírozunk, stb. Stb. Ennek a, ez az álláspont egyszerűen politikailag hát olyan kicsit kényes lett. Úgyhogy egy következő hullámban kidurugdosták a saját embereiket, akiket ők képeztek ki, akiket ők vittek be ebbe a minisztériumba, elkezdték őket kirugdosni, mert most már kellettek azok, akik az új irányvonalat úgy is tudják képviselni, hogy nincs mögötte szakmai háttér. Ezt sikerült megvalósítani, tehát bekerültek hát elképesztő alacsony képzettségű emberek is a minisztériumokba. Ez egyébként még Martonyi idejében a külügyben elkezdődött, tehát ez nem várták meg vele Martonyi távozást, ez még Martonyi idejében elkezdődött, és hát Navracsis Tibornak szerintem az egyik fölróható hibája, hogy ezt amikor abban a három rövid hónapban, amikor éppen külügyminiszter volt, simán végig is vezényelte. Azért lezavart ő is egy teljes kirúgási hullámot a külügyminisztériumban, és akik a helyükre kerültek még ebben a Navracsis körben, azok már nem voltak a Corvinuson kiképzett szakemberek. Tehát még a Corvinuson sem. Plusz még hadd tegyem hozzá, hogy desszertként még az észt nagykövetség bezárása is, mint egy jelképes gesztus. Hát ilyen diplomáciai siker történet, az nagyon sok van, azt tudnám estig sorolni. És ezek után megjelentek a már semmilyen képzettséggel nem rendelkező, hát önkormányzati cégek felügyelőbizottságában edződött komoly szakemberek, akik hát olyan osztályvezető helyettesi rangban kezdték el a minisztériumi pályafutásukat. Ez nem sok jót ígér egy minisztérium napi működésére nézve. Nem csak azért, mert hát azért ez már a politikai lojalitásnak az elképesztő szintjét kívánja meg, hogy valaki képzettség nélkül elvállaljon egy ilyen feladatot, hanem azért is, mert hát ez egyszerűen irracionális. Tehát így nem lehet működtetni ezeket a szervezeteket. És hát az a helyzet, hogy ennek isszuk szerintem folyamatosan a levét. Ez olyan méretű államigazgatási hiba, amit mondom, szerintem Magyarországon az elmúlt 80 évben nem követtek el. Tehát a legsúlyosabb 50-es években is ügyeltek arra, hogy ugyan ne legyen döntéshozói pozícióban, ugyan ne legyen, ne tartozzon hozzá semmiféle titulus, és pláne ne tartozzon hozzá semmiféle privilégium, de ha valaki régi szakember volt, akkor volt esélye arra, hogy háttér intézményként kvázi rabszolga funkcióban megtartották, hogy azért legalább mondja meg, hogy mit kéne csinálni. Igen, vagy hát éppen bebörtönözve mindegy, ott is írtak tanulmányokat egyébként. Tehát ilyen államigazgatási hibát szerintem még magyar kormány nem csinált, mint amit az Orbán kormány az elmúlt 7 évben, és én azt gondolom, hogy ez nem csak a külügyre, meg erre a jellemző, én azt látom, vagy abból látok valamennyit. És én nem látok ebbe teljes embered, amit én látok, az is elborzasztó, hát ha még valaki ezt viszonylag alaposan ismeri. Ez azért volt fontos, mert nem az az érdekes, hogy Lázár Jánoshoz tartozik az AK. Az az érdekes, hogy Lázár János azon ügyködik, hogy az ő emberével legyen tele az AK. Lázár János azon ügyködik, hogy ez valamilyen megfeleljen valamilyen összkormányzati víziónak, aminek semmi köze van ahhoz a szakmai részhez, hogy hogyan lehet érdekeket érvényesíteni, hol, mikor, milyen feltételek mellett. Ha az AK is a magyar hírszerzés és elhárítás egyik kinyújtott kisújja lesz, mert hát ez körülbelül ennyire lehet tagsálni a hatékonyságát ebben az ügyben, akkor az lehet, hogy
meg fogja nyugtatni a miniszterelnökségnek az idevágó néhány osztályvezetőjét, csak éppen az alapfunkcióját nem fogja tudni ellátni. Ott nem lesz magyar érdekek képviselete a különböző COREPER tárgyalásokon. Szóval én ebben nagyon borúsan látok, és hát többen ismerik azt a történetet, hogy az első bejelentkezésekor már Lázár János az AK-n, hát, hogy is mondjam, olyan fajta autoritás igénnyel lépett fel, amivel korábban külügyminiszterek sem szoktak fellépni. És hát aki azt várja, hogy egy mégiscsak egy diplomáciai intézményben tisztelegjenek neki, az szerintem az valahol el van tévedve. Lázár János ettől függetlenül egy nagyon munkabíró ember. Ezért is rugdalja ki egyébként a közvetlen beosztottjait iszonyatos sebességgel, mert senki nem bírja követni a munkamániás 12 órás jelenléteit. Ez kétségtelen. De egy politikus nem attól működik jól, az államigazgatás nem attól hatékony, hogy a tetején ül valaki, aki nem tudja máshogy elképzelni az életét, csak úgy, hogy az a beosztottjait cseszteti. Tényleg nem ettől működik jól. Előfordul az, hogy valaki nem tud delegálni. Szerintem ismerünk ilyen történeteket. Előfordul az, hogy valaki szereti, hogyha minden döntést átlát, tényleg a portásig bezárólag, hogy ki mikor jöhet be, és hogy van a nyitás és a zárás. Az nem fordulhat elő, hogy ennek az embernek ez legyen a legfőbb politikai érdeme. Mert akkor baj van. És szerintem baj van, és innentől kezdve majdnem mindegy, hogy ténylegesen mik a feladatok, ténylegesen mit kéne ellátni, ilyen háttérrel majdnem képtelenség ezeket ellátni. Kellemes vitapartner leszek, szó szerint egyetértek minden, amit Tamás mondott, úgyhogy csak tovább fűzöm a gondolatmenetet. Ha ez pusztán az állandó képviselet, a brüsszeli tárgyaló és információt szerző és a magyar érdekeket képviselni hivatott csapatunkkal lenne így, akkor azt mondanám, hogy nosza, szóljunk a kormánynak, hogy csináljatok valamit, mert ez így gyenge lesz Magyarország érdekeit képviselni. De az egész külügy így van, ahogy Tamás mondta, sőt, megyek tovább, minden minisztérium és a teljes magyar államigazgatás az elmúlt néhány év alatt erre a szintre jutott. Szerintem itt önök, ti biztos, hogy legalább 30 fajta településről vagytok. Mindenki tudna helyi példát is mondani, a helyi kormányhivatal, a helyi legkisebb valamilyen a kormányhivatal alá tartozó intézménynél. Klasszikusan, ahogy azt nekem mesélik, én erre magam nem emlékszem, egy állampárti államigazgatási rendszer jön létre, csak az egy nagy különbség volt a korábbi állampárt és a mostanihoz képest, hogy az hosszú évtizedek alatt elég nagy hangsúlyt fektetett a belső képzési rendszerekre, ez is egy kisiskola volt régen, a kisiskolába, pártiskolába és elég komoly szűréssel, azért például a külügy területén, hogy azért másban ne szaladjak bele, vagy a mezőgazdaság területén, de a külügy területén vérprofi, kifejezetten a világban mindenhol megsüvegelt diplomáciai garnitúrája volt Magyarországnak, mert a 20-as éveiktől kezdve, már a korban, egészen a nyugdíjas pályáig, ez egy nagyon jó, egy az akkori időszakhoz képest egy kifejezetten szabad levegőjű és izgalmas munka volt. Legjobbjaink ott küzdöttek az ország érdekeiért, és bizony, ahogy Tamásnak volt egy megjegyzése, hogy rendszerváltáskor nem történik ilyen tisztogatás, mint ami nálunk most háromszor is végbe ment néhány év alatt. Bizony 1990-ben legalább az Antal kormánynak volt annyi esze, hogy meghagyta egy nagy részét annak a szakértői diplomata csapatnak, akik végig küzdötték például a Helsinki folyamat idején Magyarország nyitás politikáját, és ezért a 90-es években zökkenőmentesen, okosan és jó diplomata magatartással tudták az ország érdekeit képviselni. Ma már senki nem található abból a csapatból, de nem található az MDF által hozott külügyi garnitúrából, pedig ott is egyetemi tanárok sokasága azért komoly ésszel megáldva kezdett el az ország érdekeiben diplomatának szegődni, és nem található a Horn korszakból, a Medgyessy korszakból, az első Orbán kormány idejéből, pedig ez a legszebb, múltkor néztük végig, szinte mindenkit eltüntettek, aki például az első Orbán kormány idején nagykövetként vagy külügyi tisztségviselőként képviselte az akkori jobboldali
Fidesz kormányzatot. Ez több, mint hiba, ez elképesztő, elképesztő szakmai és politikai bűn Magyarország érdekérvényesítő rendszerében. Egyébként valóban nem szól másról a sztori, mint hogy a belső hatalmi harcukról. Ezt is egy állampárti mechanizmusból hozzák. És a másik pedig az a paranoia, hogy leginkább mindenkiről mindent tudni, semmint, hogy egyébként jól megszervezetten együtt működve, akár ellenzéki EP képviselőkkel az ország érdekeit képviselni. Múltkor mondtam a kollégáimnak, hogy most már sokat az adminisztrációval ne foglalkozzunk, mert úgyis minden meg lesz rólunk az állandó képviseleten, mindenfajta eszközzel hatalmas dossziéik lesznek arról, hogy Messzerics Tamás vagy újhelyi kollega mihez, mit mondott, mit szólt hozzá, mit képviselt, hogyan szavazott, minden meg lesz rólunk, mert a rendszer erre fog ráállni, ahelyett, hogy egyébként behívnának minket és azt mondanák, hogy van most egy fontos kérdés, az a javaslatú kérésük, hogy a zöld frakcióba vagy az SND frakcióba, ha lehet, ezt az ügyet képviseljük. Én egyébként a leköszönő Györkös kollégának nem szeretnék ártani, hiszen tovább küldték őt egy másik fontos nagyköveti tisztségre, de meg kell, hogy dicsérjem utólag, mert ahhoz képest, hogy más helyeken mit láttunk az Orbán kormány tisztségviselőitől, Györkös nagykövet úr tisztességesen végezte a munkáját, meglehetősen nehéz helyzetben, sokszor láttuk piros fejjel ülni Orbán Viktor mögött, mert pontosan érzékelte, hogy álmatlan éjszakái lesznek még egy-egy Orbáni vircsapt miatt, de ettől még egyébként korrekt munkát végzett úgy, hogy számtalan esetben például minket meghívott, nem tudom, téged hívott a Tamás, téged is, nem egy körbe hívott minket, de minket például az SND frakció képviselőit, legalább havonta egyszer, de az Európai Tanácsülések előtt mindenképpen magához hívott, és hosszan vitatkozva akár, de elmondta a magyar kormány álláspontját, megkérdezte a miénket, és megpróbáltunk valami fajta együttműködést kialakítani. Ehhez képest, és itt fejezem be, a legaggasztóbb dolog, hogy mi azt halljuk Brüsszelbe, hogy azért kellett Györkös lecserélni, mert nem volt elég konfrontatív, ugye ez a hír futott mindenhol, és egy sokkal agresszívabb típusú tárgyaló fél kell, hogy majd jól megmutatjuk a brüsszeli intézményeknek. Én csak azt nem tudom, hogy mi az, amit egy brüsszeli típusú intézményrendszerben jól megmutatjuk és oda csapunk az asztalra, magatartással többet el lehet érni. Te dolgoztál ki Brüsszelben, Csaba, neked lehet, hogy több a fogalmad erről, mint akár Tamásnak, akár nekem. Én szerintem egy ilyen típusú intézményrendszerben nem lehet kivagyisággal, asztalra csapással és ezzel a politikai magatartással eredményt elérni. Egyszerűen be fogják zárni előttünk az ajtókat és azt mondják, hogy hát ami jár, az jár, de semmi többet ti nem kaptok. Nem akarom ugyan a végtelenségig nyújtani ezt a párbeszéd részét, mert most már lassan jöhetnek a kérdések, és ezért most elnézést kérek, hogy mégiscsak beleszólok. Ez igaz, szerintem az állandó képviselet vezetője, hogyha az egy komoly karrierdiplomata, és az utód is egy komoly karrierdiplomata, tehát nincs ezzel semmi baj, hogy az intézményi ajtók mögött mennyire határozott, mikor és miben határozott, hol csapkod esetleg asztalokat, és hol kellemes tárgyalópartner. Annak szerintem nincs köze ahhoz, hogy az Orbán kormánynak milyen ez a kinti önképe. Azt lehet így is csinálni, úgy is csinálni, mind a kettő működhet. Az igazi probléma az az, hogyha diplomatákat arra kényszerítenek, hogy a nagy nyilvánosság előtt zajló, kivagyi médiában zajló asztalcsapkodásokat erősítsék meg ott. Az a nagyon nagy baj. Úgyhogy ezen fog múlni, hogy azt várják-e az állandó képviselet vezetőjétől, hogy a magyar belpolitikai kampányokra hangolt asztalcsapkodást kell-e, ahhoz kell-e az ütemet vernie ki nyilvánosan, vagy hagyják dolgozni, hogy csinálja úgy az érdekérvényesítést, ahogy az ő tárgyalási elképzeléseinek az megfelel. Én vagyok annyira optimista, meg jó hiszem, hogy adok esélyt annak, hogy ez még akár így is működhet. Nem tudom, tehát nem, ebben a kérdésben bizonytalan vagyok, de nem az a baj egy AK képviselővel, hogy kemény, vagy határozott, vagy puha, vagy, mert ezt az ártatok mögött erre is, meg arra is szükség van. Ez a diplomáciai munkának mind a kettő része. Az a kérdés, hogy ki kell leállni a nyilvánosság elé ugyanezekkel a kérdésekkel, akkor lesz nagyon nagy baj. És el tudom képzelni erről a kormányzatról, hogy elvárja ezeket a hűségteszteket, hogy akkor majd néha a nyilvánosság előtt is égesse le magát a szerencsétlen, hogy
ezzel minden ajtót bezáruljon előtte, és otthon is jól leégesse saját magát. Ez könnyen elképzelhető, hogy ez benne lesz. De amiért mégis elkértem még a szót, az ezen kívül az, hogy, és ezzel is szeretném azt hiszem az én részemről befejezni, hogy is mondjam, nagyon belementünk ebben ennek az államigazgatási részébe, és teljes joggal, mert ez viszonylag kevés nyilvánosságot kap Magyarországon, ez hát a politikai sajtó elitebb részében fél évente egyszer megjelenik egy-egy cikk, hogy tehát ha valaki HVG-t olvas, akkor ezzel néha találkozik, egyébként meg nem találkozik vele, mert az államigazgatás egyébként unalmas. De sajnos az a baj, hogy az államigazgatás állapotán múlik az ország állapota a legelső sorban, ugyanis ez eleve egy centralizált ország volt, ezt sikerült még tovább centralizálni, úgyhogy most már majdnem minden azon múlik, hogy milyen az államigazgatás állapota azon kívül, hogy milyen döntéseket hoznak a tetején. Arról én már lemondtam, hogy abba befolyásom legyen, hogy bármikor is, hogy azok a döntések ne legyenek a legkatasztrofálisabb hülyeségek néha meg csak hát egyszerűen szakmaiatlan és viszonylag értelmetlen dolgok. Erről már lemondtam, de azt szerettem volna fönntartani, hogy legalább az államigazgatás működjön úgy, ahogy egy normális államigazgatásnak működnie kell. Nagyon nehéz, tehát az az igazi baj, hogy nagyon nehéz visszaépíteni egy ilyen lerombolt, agyon visszadózerolt, újjászervezett, szétszedett, összerakott intézményrendszert. Bárki alakítson kormányt bármikor. Ezzel együtt, és ez a körülbelül a vége, azért a rendszerváltás sem volt ilyen értelme annyira fenékig tejfel, hogy ott maradt a rendes szakértő, mit tudom én, csúcsdiplomaták, és akkor jött az Antal kormány, és békésen megvoltak az egymás, mert az első két év csak arról szólt, és nem mindig a szakdiplomáciának volt igaza volt, amikor az Antal kormánynak volt igaza. Ezt utólag bevallom, akkor én sem nagyon, nem voltam az Antal kormány egy komoly szurkolója, és nem gondoltam, hogy igazuk, most már azt gondolom, hogy igazuk van. A legszebb példám erre az csak, hogy legyen egy ilyen 90-es történet is, amikor az akkor adminisztratív, vagy hát mi is volt, milyen államtitkár volt az? Hát valami adminisztrátor, nem tudom pontosan mi volt a neve. Közigazgatási államtitkár, bocsánat, igen, de közigazgatási államtitkár, kiből később lett még külügyminiszter is, bejelentette egy, hát egy ilyen tényleg magas szintű tanácsadói személycsere, tehát a külügyminiszteri kabinet személycseréje kapcsán, hogy nem fogja aláírni a felmondását, meg ezt, tehát nem írja alá az új szerződést, és nem írja alá a felmondását az illető szakdiplomatának. És ez ment a nyilvánosságban majd két héten keresztül ez a vita. És hát utólag is teljesen elképedek azon, hogy nem tűnt föl nekem az, hogy hát tényleg, hát normális országban ezt lehet csinálni, ilyenkor föláll a közigazgatási államtitkár, azt mondja, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, és köszönöm szépen, itt a lemondó levelem. Lemondanék a tisztségemről. Azért, mert az a hülyeség volt, ez az állampártból volt megörökölve, hogy nem a miniszternek és nem a politikai államtitkárnak volt ilyen munkáltató jogokat nem ő gyakorolt, azt mind a közigazgatási államtitkár gyakorolt, az ő aláírásával lett érvényes bármilyen szerződés. Szóval azért ez mindig problémákkal járt, minden ilyen kormányváltás Magyarországon egyébként még inkább, mint több kelet-európai országban, és mondom, az volt az igazi tragédia, ami már ott elkezdődött, hogy erre az volt a reakció, hogy minden egyes új kormányváltásnál egy szinten mélyebbre mentek a politikai lecserélésben. Soha senki nem tudta azt mondani, hogy jó, itt most megállunk. Mondjuk, mint a német államigazgatásban a negyedik szintnél. Egyébként az is elég mély, mondjuk az angolhoz képest. Tehát a német államigazgatásban főosztályvezetőig cserélik le az embereket, onnantól már politikai kinevezett valaki, ha egy új kormány jön, akkor várható, hogy az illető is megy, és jön helyette egy új. De senki nem tudta azt mondani, hogy idáig tart a politikai kinevezés, ez alatt innentől már az államigazgatási szakaparátus része valaki, és ezzel a saját karrierjét odáig tudja építeni. Minden egyes kormányváltással egyel lejjebb, eljutva tényleg a végén a szerencsétlen portásig, aki most már politikai kinevezett, és ebből hát nincs a földi gromboláson kívül, nincs más kimenekülés. Most már a következő lépés az lesz, hogy a következő kormányváltásnál megszüntetjük a magyar államot, és elkezdjük az alapjaitól fölépíteni az egészet, hogy akkor legyen-e kormány? Az vajon mi legyen? Mi legyen fölhatalmazása? Na, jó, itt fejeztem be, köszönöm szépen. Csak két gyors példát hogy mondjak ehhez, mert hogy igazából
szerintem ez egy tökéletes bizonyítványa az elmúlt éveknek. Most osztották újra az Európai Bizottság főigazgatói, igazgatói tisztségeit. Csaba utalt rá. Ilyenkor elképesztő lobbik mennek, hogy a bent lévő bürokraták, bizottsági bürokratákból ki az, aki feljebb tud lépni egyel, áthelyezik egy másik igazgatóságra, de ott már egy magasabb pozícióba, és a legszerencsésebb, normális európai országoknál a kormányzat összeszedi a jó kis lobbiköröket, beleértve az EP képviselőket és másokat, és közösen nyomulnak. Mert hogyha mondjuk egy szoci biztos van egy pozícióba, akkor értelemszerű, hogy az ottani szocikat meg kell kérni, hogy keressék a kapcsolatokat. Nem, hogy ilyenbe minket nem vontak be, hanem az eredmény az egyenlő a nullával. Minden más közép- és kelet-európai ország, ti tudnátok példákat mondani, nekem a fejemben nincsen, de a kis balti országok is magasabb és több tisztséggel bír, amit kiharcoltak természetesen jó szakemberek, de mégiscsak mögöttük az ország lobbia, mint Magyarország. És a következő 5 évet így fogjuk végigcsinálni. Gratulálok saját magunknak. És csak példaként mondom, hogy a turizmus szakpolitikának vagyok az első számú vezetője a parlamentben, a Közlekedési Turizmus Bizottság alelnöke vagyok, de a turizmust viszem első számú vezetőként, és látom a román kollégákat, hogy bármit felvetek kérdést, egy perc múlva ott van egy listájuk, hogy a nem tudom melyik főigazgatóságon ott van a régi haver, régi cimbora, mindegy, hogy ennek a román belpolitikának, amit látjuk, hogy hónapról hónapra változik, ott már annyifajta párt és annyifajta kormány összetétel volt, hogy ez nem igaz, de megvannak a listáik, és hívják fel a román kollégákat, hogy ezt és ezt segítsék nekik. Teljesen mindegy, hogy ki van kormányon, vagy milyen EP képviselő próbálja ezt elérni. Szóval ez tragikus. Igen, ezt csak meg tudom erősíteni, de nem akarok újabb anekdótákkal előállni. Én nagyon szépen köszönöm a türelmet, és átadnám a szót a hallgatóságnak. 2 megjegyzés és 1 kérdést intéznék a panelistákhoz. Az első az, hogy én 92-ben első magyar tisztviselőként lehettem jelen a bizottságban gyakornokként. Nagyon furán néztek rám. Ma is érzékek néni megkülönböztetett figyelmet, pedig eltett több, mint 20-valahány év azóta. Első megjegyzés. A második, hogy itt tulajdonképpen előjött a közigazgatásnak kérdésköre, egy picit a más dimenzióba helyezni, mert az intézményi emlékezet kérdése. Az európai intézményeknek a stabilitása, a működőképesség és az innováció képessége abból adódik szerintem, hogy van egy közös emlékezet, és ez megjelenik az egyes tagállami szinten is. Egy apró példa, amikor a tanácsi munkacsoportokban dolgoztam és a magyar kormányt képviseltem, akkor mindig azt láttam, hogy a brit távlat, az Egyesült Királyság távlaja mögött néha rendkívül fiatal kollégák jelentek meg. De a felkészültségük, intézményi tudásuk az maximális volt. Tehát ők nyilván ezt valahonnan merítették, hiszen nem az ő zsenyatások miatt voltak arra képesek, hogy képviseljék a londoni kormányt. És itt tőképp azt szeretném kívánni a jelenlévőknek is, hogy azt a bölcsességet majd, ha lesz rá módjuk, majd találják meg, hogy a mai állapotokat hogyan lehet majd úgy korrigálni, hogyha erre szükségét látják majd annak idején, hogy a ma mégiscsak újra termelődő intézményi emlékezettel mit tudnak kezdeni. Mert az valóban az nem járható, hogy ciklusonként, és a szocialista kormány is ezt egyébként megtette, emlékszem rá, 2 évente szervezték át az EU-s ügyeket. Én voltam egy időben egy területnek a vezetője, eljöttem onnan rá, 3-szor 2 évente átszervezték. Mindig új emberek jöttek, új vezetők, új tárcákhoz kerültek a témák. Tehát nyilván ez nem tartható, tehát Magyarországnak nyugvó pontra kellene kerülnie, és azt gondolom, hogy ha máskor lesz korrigációs lehetőség, hát óriási bölcsesség, ezt a dilemmát feloldjuk. Nagyon nehéz. A kérdésem tulajdonképpen arról szólna, hogy milyen Európát láttok ti a parlamenten belül, mit szeretnétek látni. Én ugyanis nem osztom azt, hogy Európa válságban van, egyáltalán nincs válságban, vannak problémás ügyek, és vannak, amik meg fognak változni. A válságot azért nem szeretem használni, mert az mindig egy negatív konnotációt hoz magával. Ki lehet feszíteni a húrt, hogy itt az Európa végéhez közeledünk, és itt már csak egy jó megoldás lehet. Így Juncker sem lesz az utolsó bizottság elnöke nyilvánvalóan. Ő is valamit majd hoz, vagy nem hoz.
De az, hogy hogyan tudunk tovább lépni, és hogy a magyar hozzáadott érték szerintetek a ködös Európában, az mi lehet? Mi lehet akkor, hogyha megváltoznak a szerződések? Ti mit szeretnétek esetleg viszonlátni az új szerződésben? És hát miért lobbiznátok esetleg? Köszönöm szépen. Én mélyebb integrációt szeretnék. És ezzel szerintem most mindent elmondtam, nem akarom szaporítani a szót. Nem az Európai Egyesült Államok híve vagyok. Van olyan párt Magyarországon, aki ezt kimondja, szeretné, hirdeti. Én ennek rövid távon nem látom a megvalósíthatóságát, de egy sokkal mélyebb integrációt szeretnék, és úgy, hogy abban mi nem a partvonalra szorulunk, és ezzel is válaszolok a kérdésedre, mert hogyha mélyebb integráció csak a francia, német és még néhány hozzájuk csatlakozó mag országok mélyebb integrációja lesz közös költségvetéssel, közös ügyészséggel, közös adópolitikával, akkor tulajdonképpen visszalépünk egy jóval régebbi szituációba, mi itt leszünk valahol a Balkán, Közép-Európa, Kelet-Európa és Bécs határán, miközben az erősebb országok sokkal gyorsabban egy mélyebb integrációval mennek előre a biztonságos jövő felé. Tehát mélyebb integráció, de velünk együtt, és ebből nem maradhatunk ki. Orbán Viktor ezt nem teheti meg velünk, hogy minket kifele visz abból a közösségből, ami békénket jelentheti hosszú távon. Én nem bánom, hogyha azt, amit mind közönségesen válságnak szoktak hívni, azt válságnak hívjuk. Én nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül, egy válság feltétlenül azt jelenti, hogy ennek csak a szakadékban lehet vége. Mint történész azt mondom, hogy a válságok egy csomó esetben innovációt kényszerítettek ki államokból, különféle szereplőkről, társadalmakból. Nem ez a legjobb módja az innovációnak. Sokkal jobb ezeket akkor végrehajtani, amikor egyébként viszonylag normális, békés körülmények vannak, de hát azt mutatja a történelem, hogy kellenek megrázkódtatások ahhoz, hogy innovációk is szülessenek. Én ezt nem kívánom, de nem is gondolom feltétlenül tragédiának. Az, hogy megmarad egy intézményrendszer formálisan azon a módján, ahogy van, az van, amikor jó, van, amikor rossz, és van, amikor semmi jelentősége. Erre a kedvenc példám, még egyszer majd valahogyan egy nagy nyilvánosság előtt megosztom, hogy 592-ben, Krisztus után 592-ben a római szenátus hivatalos ülést tartott. 476-ban ért véget a római birodalom, 592-ben a római szenátus a Rómában ülést tartott. Ez dokumentált, ez az utolsó, amiről tudunk. Tehát vannak olyan intézmények, amik nagyon jól és nagyon sokáig el tudnak lenni. Teljesen független attól, hogy van-e még mögötte tartalom, vagy nincsen. Na, azt nem szeretném, hogy egy olyan európai parlamentben üljenek LMP-s képviselők 150 év múlva, ami ennek körülbelül annyi a jelentősége, mint a római szenátusnak 592-ben. Amit én látni szeretnék, az nem tudom, hogy több vagy kevesebb integráció. Azt tudom, hogy ha az integráció úgy valósul meg, aminek ebben a pillanatban a legnagyobb veszélye van, hogy Európa északnyugati magja komolyabb integrációs lépésekre határozza el magát, de fönntartja magának a döntési jogot az egész unióra nézve, viszont nem enged ebbe különösebb beleszólást a periféria, és itt nem csak Kelet-Európáról, itt nem csak az Orbán kormányról, még nem is csak a volt szocialista blokkról beszélünk, hanem Dél- és Kelet-Európáról, erről az egész peremről. Ez úgy, ahogy van, kiszorulhat ebből a mag-Európából. Azt én sokkal nagyobb kockázatnak látom, mint belemenni egy teljes intézményi újragondolásnak. Az ugyanis, az nagyon hosszú időre meg tudja határozni, hogy mi fog történni. Az fog történni, hogy az integrálódó magországok a maguk gazdasági súlya miatt ki fogják kényszeríteni azt a politikát a peremre is, peremre nézve is, ami nekik az adott pillanatban a legkedvezőbb. Megszűnik minden demokratikus felhatalmazás egy idő után, megszűnik, lehet most is van, aki illúziónak tartja azt, hogy van demokratikus elszámoltathatóság az Európai Unióban. Erről vitatkoznak, hogy ez mit jelent, vagy mit nem jelent. De akkor biztos, hogy ez eltűnik. És onnantól akár megmarad az intézményrendszer, vagy nem, ennek viszonylag kevés lesz a jelentősége. Én szerintem mindenképpen az intézményrendszerben újítást kell bevezetni ahhoz, hogy ezt ki tudjuk kerülni. Hogy ennek hogyan lehet megszervezni azokat a politikai érdekeket,
akiknek az lenne az érdekük, hogy ne legyen Európa kétsebességes, az lenne az érdekük, hogy ha van integráció, akkor az egész uniót érintse, ha ez mélyebb, akkor az egész unióra terjedjen ki. Ezt hogy lehet megszervezni, ezt ebben a pillanatban nem tudom, mert hát én még csak azt se látom, hogy a 21 magyar Európa parlamenti képviselőt hogy lehet egy vacsoraasztalhoz leültetni. Úgyhogy ehhez képest az, hogy az egész perifériát szervezzük meg, az egy picikét nagyobb falatnak tűnik. De hát szerintem ez az igazi kockázat. Azért, mert ez nagyon vonzó Nyugat-Európában, több politikai erőnek is nagyon vonzó, hogy legyen ez így, mert mi majd hatékonyan, kisebb körben szükség, mi már megszoktuk, hogy hogyan kell ezt intézni, félszavakból is megértjük egymást, 27-esek, mind meg lesz oldva. És ennek nagyon nehéz ellene szegülni, mert nem tudsz vele szemben mit fölhozni, amíg nem tud azt mondani, de itt vagyunk Észtországtól Portugáliáig ebben a félkörben. És nekünk ez nem jó. És ezt nagyon nehéz megszervezni. Pucsi Tamás, csak ugye azok fognak kimaradni, akik a legdurvábban olyan politikát követnek és folytatnak, ami miatt könnyű azt mondani nekik, hogy akkor maradjatok távol. Tehát mondjuk azok az országok, Baltikum, akik azt mondják, vagy a szlovákok, csehek mondjuk, bár Szlovákiában sem egyszerű a belpolitika, akik azt mondják, hogy igen, egyetértek azzal, hogy közös ügyészség legyen, egyetértek a közös költségvetési politikával, közös büdzsével, közös adópolitikával. Ez egy csomó olyan kérdés, amivel ha mi egyébként mennénk ezen az úton, akkor nem lenne indok egy idő után, hogy miért hagyjanak ki minket. De ha mi magunk jelezzük, hogy hoha, Polt Péter fölé aztán nem engedünk senkit, mert még mi lenne az itthoni bizniszekkel. Isten, ments, hogy önálló költségvetés politikától megszabad, vagy feladjuk ezt a lehetőséget, mert akkor miképpen tudnánk hát saját kis, most hagyd ne kezdjek el szokásos mondatainkat, stadionépítésre, bármire fordítani, mert lenne egy közös költségvetési szerv, ami azt mondaná, hogy áj, ennek nincs értelme a közös büdzséből. Szóval érted, amit mondok, hogyha mi magunk játszunk ellene, akkor mi tudni, hogy kimaradunk. Bocsánat, ebben muszáj válaszolnom, hogy akkor valami vita is legyen. Abban igazad van, hogy ezen a helyzeten lehet rontani. Szerintem abban nincs igazad, hogyha egyszerűen csak csatlakozik valaki ahhoz azokhoz az elképzelésekhez, amik egyébként most éppen napirenden vannak, hogy akkor az feltétlenül ezzel bevonódik abba a körbe, ahol majd a döntéseket hozzák. De előfordulhat ugyanaz, ami ugye a régi anekdóta szerint 50-es évek végén, hogy hát, hogy Szlovákia jutalmul fogja megkapni azt, amit Magyarország büntetésként. És a végén ugyanott találjuk körülbelül magunkat az európai periférián, csak az egyik ezt úgy fogja megélni, hogy őt megjutalmazták, mi meg úgy fogjuk megélni, hogy minket meg megbüntettek. Tehát igazad van, Magyarország még annál is rosszabb helyzetben van, mint a periféria a többi országa érdekérvényesítés szempontjából, de kevés az, hogyha egyszerűen elkezd csak igazodni és alkalmazkodni, attól még ezt a törésvonalat nem lehet csak úgy átlépni. Csak egy fél mondatot tegyek hozzá, hogy a Juncker bizottság új felállásában Baltikumtól Bulgáriáig négy alelnök is helyet kapott, nem véletlen ugye ez a elképesztő kontraszt Magyarország harmadosztályú portfóliója és a Baltikumtól. Itt volt egy jelentkezés, utána térünk balra, hangosan. Visszatérnék az elejére, mivel nyitottatok ugye európai szinten, hogy van-e személy jelentősége ennek az első ellentmondásnak, vagy egyéb okai vannak a látásmódok szerint, hogy egyrészt Európa egy kvázi mindenki válság, nem válság, de valamilyen nehéz helyzetben van, és ehhez képest egy olyan agendával rendelkező európai kormánybizottság van, amelyik egy Junckerrel jellemezhető. Itt ugye emlékezünk arra is, hogy az egyébként bírált kormányfő ugye volt az, aki néhány kollégával együtt úgy gondolt, hogy nem pont a Juncker szóna megfelelő személy. Erre van utolja. Nekem egyszerű dolgom van, én nem szavaztam meg a Juncker bizottságot. Úgyhogy simán mondhatom, hogy igen, van ez az egyszerű összefüggés. El tudom képzelni, hogy egy ilyen kevéssé ambiciózus Juncker bizottságból is kikényszeríti, ahogy tetszik a történelem azt, hogy valami aktivitást mutasson mondjuk a ciklus második felében. Nem jó előjele annak egyáltalán a bizottságnak, mert az összetétele sem. Tehát azt arra is talán mindenki emlékszik, hogy ennek a bizottságnak az összeállításában, mintha az lett volna a legfontosabb alapelv, hogy senki se olyan biztosi pozíciót kapjon, amihez szakmai háttérrel rendelkezik.
Tehát ennél pontosabban nem lehetett volna úgy elosztani bizottsági pozíciókat, hogy szinte senki ne azon a területen legyen, mint amihez ténylegesen ért. Úgyhogy vannak kétségeim az iránt, hogy mire lesz képes ez a bizottság, de az Európai Unió, annak a működése és annak a jövője nem csak és kizárólag a bizottságon múlik. Ebben az a szép, ebben az intézményrendszerben, meg egyáltalán a politikában, nem kell feltétlenül mindent attól várni, aki éppen a kinevezett akármi. Van egy csomó olyan terület, ahol lehet attól függetlenül is kezdeményezésekkel élni, el lehet kezdeni beszélni arról például, hogy mit kell csinálni a szerződésekkel. És akkor teljesen mindegy, hogy egy bizottság egyébként nem szereti, hogyha erről folyik a beszéd. Ha ez elég sok embert érdekelt, és ezek között vannak olyanok, akiknek hatása van más emberekre is, akkor az a tény, hogy elkezdenek róla beszélni, annak önmagában hatása van. Úgyhogy én ebben ennyiben vagyok optimista, hogy mikor lesz ebből tényleges intézményi változás, azt meg persze nem tudom megmondani, mert ez annyi mindenem múlik egyszerre, hogy bőven túl van azon, amit én át tudok látni. Picit vagyok megengedőbb, nem csak azért, mert én megszavaztam a Juncker bizottságot, hanem azért is, mert mindössze hát október, mikor novemberben kezdtek a munkához, tehát azért most vagyunk így az első fél év végén, és ezen közben azt a hírfolyamokból láthattuk, hogy szinte más nem történt, mint a migráns kérdés vitte el politikai, kommunikációs és gyakorlati szempontból is az energia nagy részét. Ez az, amit látunk a munkából. Ezen közben azért a Sefcovics is letett az asztalra egy energiaunió csomagot, ami azt gondolom, hogy meghatározó lehet a következő 100 évére az európai térségnek. Természetszerűleg Magyarország ezzel szembe megy a paksi szerződéssel. Természetesen közben alig kap figyelmet, és ezért is akarom itt megemlíteni, hogy az legyen, hogy nem szóltunk róla a Juncker csomag. Lehet, hogy 10 év múlva azt fogjuk mondani, hogy ez egy jelentős változás volt Európa életében. Ez egy, tudom, nem költségvetési forrásokból, hanem egyéb PPP projektekből és mindenből összerakott, de ambíciójában nézve 313 milliárd euró. Jó, mondom, Tamás, az összeget, vagy Csaba? 315 milliárd és euró. Ez egy 500 milliárdos ígéretből ment vissza erre a szintre, és még folytatódik ennek az eróziója. Igen, ugyanakkor nem volt ilyen típusú projektje Európának az elmúlt 15 évben egészen biztos, mert mi magunk is korábban az előcsatlakozási alapokból, utána pedig a kohéziós vagy strukturális alapokból szépen, majdhogy nem per főre leosztva kiharcoltuk magunknak azt, amit egyébként a szlovénoktól a litvánokig megkaptak. Most, hogy 25 milliárd euró vagy 20,5 milliárd euró az előző költségvetési ciklus és a mostani költségvetési ciklus nagyságrendjében nagy különbség nincsen, főleg ha a forint el van szállva. Tehát azt gondolom, hogy egy új szituáció lesz, mert csak hogy érthetővé válik, amit mondok, ez a csomag, ezt nem kvóták alapján fogják leosztani a régióknak, meg a településeknek, meg az országoknak, hanem Európa megpróbál maga, valahogy a brüsszeli intézményrendszer egy olyant csinálni, amit korábban nem, egyfajta Marshall-tervként belenyúlni és újra iparosítani Európát, innovációt támogatva, nagyobb közlekedési projekteket, infrastruktúrális projekteket támogatva. Nem tudjuk, hogy mi az, ami meg fog valósulni, de ez az ambíció, ez nagyon komoly és nagyon nagy. És például ez az, ami miatt én félek a mi Magyarország, a kormányunk magatartásától, mert itt már nem az lesz, hogy egyébként per főre leosztva megkapjuk a kohéziós pénzeinket, hanem hogyha sokat viaskodunk feleslegesen Brüsszellel, akkor egyszerűen például a Juncker csomagból nem kapjuk meg azt, amit más országok kivívnak maguknak. Tehát ebben van egy nagyon komoly félelmem, ezért én megengedő vagyok, hogy még hát ha ez a bizottság valami nagyobb aktivitást mutat. Orbán Viktor egyébként nem azért akarta a nem támogatását elérni Junckernek, mert előre látta ezeket a folyamatokat, hanem kifejezetten ellenszenves a viszonyuk. És pontosan tudta, hogy Juncker azt ígérte, bár ebből még sokat nem láttunk, hogy sokkal erősebben csap az asztalra, hogyha valamelyik tagállami kormány nem hajlandó a közös uniós szerződéseket betartani, és Barrosóval szemben Juncker ennek kifejezetten hangot adott. Egyébként azóta is a parlamentben többször.
Hát az én politikai támogatásom az kevés, az, hogy valaki nem szereti Orbán Viktort. Fontos, de kevés. Én sem azért támogattam, pontosan tud, miért támogatom, amiről te beszéltél. Van egyfajta nagy koalíció, ha nem is így hívják, egy közös nagy együttműködés az Európai Parlamentben. Egyszer már egy hasonló vitán visszakérdeztem tőled, hogy könnyű neked a zöld frakcióba elegáns kívülállóként nemmel szavazni, amire csak akarsz. Csak egyébként, ha mondjuk nem lenne most fél éve vagy hárnyad éve bizottsága az európai intézményrendszernek, akkor azért, mert mondjuk mi is ezt csináljuk, meg a néppárt is ezt csinálja, akkor most itt állnánk és néznénk egymásra, hogy ha valaki adjon már annyi szavazatot, hogy legyen egy bizottságunk. Így aztán kénytelenek. Hadd ne kelljen nekem azért szavaznom, hogy neked kényelmesebb legyen. Én szavazok azért kényelmetlenül, hogy neked kényelmes legyen. Elnézést, hogy közben vágok, volt már egy TTIP kerekasztal itt előttünk, tehát a kérdést, ha lehetnénk, tehát ne éljünk vissza a türelemmel, köszönöm. Te láttad az utolsó verzióját annak az ajánlásnak, amit az Európai Parlament elfogadott? Mert gyökeresen megváltozott az egyszem választott bírósági kérdésben. Épp a Schulz parlamenti elnök bűvészkedésének köszönhetően, azt hiszem ezt a szót, ezt ti is elfogadjátok így, legalábbis ahogy emlékszem a te akkori nyilatkozatodra, azért nem szavaztunk a végén a zöld frakció javaslatáról, mert hogy ezt megelőzte a Schulz elnöki javaslata, amit így elfogadott a parlament, hogy aztán nem kellett később szavazni. Én olyan tanulmányt láttam, képzeld, amelyik nem 600 ezer mínusz, hanem 1,5 millió plusz munkahelyet mutatott. És miután voltam kormányon, államtitkárként rácsodálkoztam arra, hogy tulajdonképpen bármilyen tanulmányt, annak ellenkezőjét is, akár ugyanazok is megírják, hogyha egyébként arra vannak megbízva. Így aztán ilyen tanulmányokra nem tudok mit kezdeni a 600 ezer munkahely megszűnésével, nem tudjuk, miről beszélünk. Fogalmunk sincs, miről beszélünk. Én egyébként is voltam zöld szervezeti vitán is voltam, és elég egyértelmű az álláspontom. Abban az esetben, hogyha majd a megállapodás, amit szerintem 8 éven belül nem lesz sehol, nem tudom Tamás, mit mondtok, de hogy a következő évek belpolitikai folyamatait látva, akár az Egyesült Államokat, akár Európát, itt 4-5 éven belül nem kerül elénk, meg a tagállami kormányok elé egy konkrét megállapodás, ebben biztos vagyok. Azt csak abban az esetben fogom elfogadni, hogyha az európai érdekekben és benne a nagyon speciális magyar gazdasági szerkezetben nekünk ez érdekünk lesz. És ebben, ha kell, keresztbe fogok menni a szoci frakcióval.
Egyébként azok közé tartoztam az SND-ben, akik, amíg nem jött a Schulznak a kompromisszumos javaslata, addig bejelentettem, hogy nem fogom támogatni. És a Schulz javaslatával együtt voltam hajlandó megszavazni ezt az ajánlást. A Schulz javaslat arról szól nagyjából, hogy a választott bírósági rendszert, amit mindannyian bíráltunk, azt kiveszi, és azt mondja, hogy találjanak az állami bírósági rendszerbe beépített, tehát az államok által kinevezett bírók által nagyjából egy új bírósági intézményt, azért, hogy ezeket a vitáskéréseket elrendezze, halkan megjegyzem. Nem tudom, hogy egyébként Magyarország esetében a mi érdekeinket kiképviselni jobban Szájerné féle bírósági intézményrendszer, vagy pedig egy valami fajta nemzetközi bírósági rendszer, de ez a mi speciális helyzetünk, hogy ilyen szituáció alakult ki nálunk. Magyarán szóval nincs egyértelmű támogatásom a TTIP mellett. Nincs. És ezt elmondtam az engem megkereső TTIP lobbistáknak is. Szép, tehát a Marshall-terv ugye a II. Világháború végén Európa 12 államát feltőkésítette, hiteleztett, tök mindegy, hogy miről beszélünk, de kiemelte és gyakorlatilag egy potenciális piaccá tette, ugyanez a keleti felén az oroszok oldalán valósult meg. A rendszerváltás után ez a 12 állam megkapta azt a lehetőséget, hogy a volt keleti felet ugyanígy nevezzük azt, hogy gyarmattá tegye, vagy kiszolgálóvá tegye, teljesen mindegy, hogy minek hívjuk. Ez a folyamat tulajdonképpen felerősödött, megerősíti ezt, amit István mondott, hogy nem tudom, hogy ki látta annak idején az első három hónapban jelent csak meg, amikor az Unióról szó volt, és a keleti államok elkezdtek csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor három hónapig lehetett látni minden uniós híradásnál, hogy Nyugat-Európai Unió. Ez volt felírva. Aztán gyorsan letörölték, azóta soha nem lehetett látni, de ez világosan jelzi azt a folyamatot, amit most is István is mondott. Ez a folyamat gyakorlatilag ugyanaz, és maradt is tovább. Azt nehezen lehet megérteni, hogy most a világ átrendeződése alatt, amikor nagyon erős átrendezés van, először Európa csapkodja az asztalt, és azt mondja, hogy na majd mi szembeállunk Amerikával, és legyőzzük Amerikát. Alapvetően marhaság, nem így kellene működni. Utána most ennek természetesen az ellenkezőjét éljük meg, az atlanti kereskedelmi szövetségnél vagy irányultságnál, amikor megint ugyanaz a betagozódás jön létre. És akkor a kérdést köszönöm. Mindjárt csak nagyon kell az, amit még elmondok, mert sokkal hosszabb lenne kifejteni, de ennek ellenére kell. Ugyanakkor amerikai oldalról és segítséggel és mi egyébben fölborítják Ukrajnát, és azt az Oroszországot kezdik el szankciók elé állítani, amelyik tulajdonképpen 40%-a területileg Európának. Egyébként, ha csak megnézzük azt, hogy az Egyesült Államoknak, a világ deviza és aranytartalékainak az Egyesült Államok és Európai Unió által tulajdonolt része az mindössze 8%, a BRICS országok által tulajdonolt rész pedig az 50%. Látni kellene ezeket a súlypontokat. Azért ez a kérdésem, mert Magyarország itt, mint egy végvár, abszolút a keresztúton, 1000 év óta, és mindig mindenféle politikai szélnek kitéve, mint ahogy a konzulzsa énekelte. Magyarországnak egyetlen egy kitörési pontja lenne, mindig vergődni fogunk és úszni fogunk egy helyben a vízben, hogyha egy olyan programot kitalál a világra, amelyik az egész világnak érdekes, és amelyik az egész világ ilyen téren középpontjává teszi Magyarországot. Miért megközelíthetetlenek, itt a konkrét kérdés, miért megközelíthetetlenek akár a belső, akár, és teljesen mindegy, hogy melyik pártról beszélünk, akár az itthoni, akár az Európa Parlamenti képviselők, miért nem lehet létező ilyen programmal megtalálni őket és leülni? Miért van ez? Van egy olyan minden képviselőt itthon is kint is, teljesen mindegy, hogy milyen szintről beszélek, egy olyan körülvevő rendszer, amelyik egyszerűen nem fogadja be az újat, és nem is érti meg az újat. És ahhoz a döntéshozóhoz, akárkihez, éppen hozzád is próbáltam eljutni, egyébként egyszer még telefonon beszéltünk is, és nem tudtunk leülni, de amikor még ti regnáltatok,
létezett már a program. Hogy létezik az, hogy az elhárító rendszer, vagy a benneteket körülvevő segítő rendszer, mindegy, hogy hogy fogalmazom, nincs arra felkészítve, hogy ami új és különleges dolog, az eljusson hozzátok. Ennyi a rövid kérdés. Hiba, hogyha nincs erre felkészítve a rendszer. Az az igazság, hogy ahhoz képest, hogy milyen leterheltségünk van, és nem személyesen nekem, hanem az irodáknak, ahhoz képest tényleg majdnem minden héten előfordul, hogy valakitől elnézést kell kérjek, mert nem találkoztam vele, vagy nem úgy reagáltunk, ahogy ezt ő elvárta volna. Sajnos mögöttünk nem hatalmas állami nagy apparátusok mozognak, hanem néhány fős stáb. Ez az oka, és akkor elnézést kérek. Azt hiszem, hogy akkor majd ezt újra nyitjuk, ezt a fonalat. Az e-mailem megvan, telefonom nyilvánosan is bemondom, bárki által elérhető vagyok, erről vagyok is. Mert ráadásul most direkt csináltam egy ilyen, ez a reklám helye, ez a panasz a kormányablaknak megfelelően, a panaszablak@ujhelyi.eu-ra. Most már naponta, tényleg naponta több tucatnyi legkülönbözőbb ötletfelvetés, javaslat, panasz érkezik, és ráállítottam két embert, akik csak azzal foglalkoznak, hogy ebből kiszűrjék azt, ami nekem látnom kell, tudnom kell, tovább kell vinni, úgyhogy igyekszem valami ilyen egyszemélyes szolgáltatóházat létrehozni. Úgyhogy elnézést, nem neked szólt a kritika, hanem nekem, de Meszerics kollega visszajelzett. Ez így van. Megnézem, megígérem. Megígérem, hogy megnézem. Jó? Köszönöm, megnézem. Igen, köszönöm, Csiba Katalin, és... Egy rövidet. Én például bevallom, hogy egy csomó olyan megkeresést elvesztek, ami a Facebookos politikus oldalamhoz érkezik chatben. Jó, de ezt csak mondom, tehát én is tudok olyat, amit elvesztettem azért, mert mit tudom én, hát mint ilyen marha rutinus Facebook felhasználó, valamikor másfél év után vettem észre, hogy van egy olyan fül ott a chat ablakban, ami a nem ismerősök, az egyebekről rovatot tartalmaz, és akkor már volt rajta 650 üzenet. Az, hogy nincs jelen az ember folyamatosan az egyik országban, hanem így pendlizik a két ország között, az, vagy három, igen, az komolyan megnehezíti az állandó kapcsolattartást, még akkor is, hogyha ennek az IT módszerei, meg hát azért vannak már olyan elérési utak, amik ezt megkönnyítik. Szerintem én még nem kaptam úgy tanulmányt, hogy ne kezdtem volna legalább elolvasni, és akkor kiderítem, hogy értek hozzá, vagy nem értek hozzá, és akkor vagy továbbadom annak, aki ért hozzá, vagy én végigolvasom. Tessék keresni. Egyébként beszéljünk, mert egy csomó mindenben egyetértünk, egy csomó más mindenben meg nem. Mert hogy ez a dolgok természet, amikor ekkora méretű kérdés merül föl, hogy mi legyen Magyarország helye a világban, akkor lesz egy csomó olyan kérdés, amiben nem fogunk egyetérteni, és egy csomó olyan, amiben meg igen. Köszönöm. Én annyit szeretnék kérdezni elsősorban Újhelyi képviselő úrtól, de szerintem Tamásnak is lesz hozzáfűzni valója. Akkor most István, rendben, tőled, hogy ugye abban szerintem megállapodhatunk, hogy az európai integrációnak a mélyítése az egy kulcskérdés. Arról nem beszéltünk, hogy mely területen és mely területen nem. Szerintem abban is megállapodhatunk és egyetértünk, hogy az eredeti Juncker javaslat és az eredeti Juncker bizottság úgy kezdte a pályafutását, hogy bővítés nem, de mélyítés és stabilizáció az igen. És abban is egyetértünk szerintem, bár erről sem beszéltünk, hogy a magyar érdekérvényesítés, mint olyan, az akkor képzelhető el elvi alapon is, hogyha az Európai Uniónak vannak olyan kompetenciái, amely Magyarország jelen problémáival foglalkozik. Most mondok itt egy nagyon kézenfekvő példát, munkaerőpiaci szabályozás. Magyarországnak egyik legnagyobb problémája az, hogy a munkaerőpiacon krízis van, meg a szociális szférában krízis van, és az Európai Uniónak semmilyen kompetenciája nincsen ebben. Na most valamit nem értek abban, amit mondasz, mert egyfelől azt mondod, hogy neked a mélyítés az egy kritikus és nagyon fontos és elérendő cél, másfelől azt mondod, hogy ez egy nagyon félelmetes és veszélyes dolog, mondjuk a szerződések megnyitása, mert itt vannak az euroszkeptikusok, itt vannak a radikálisok, baj lesz, jaj. És, vagy legalábbis én ezt véltem érteni. És eközben abban szerintem lehet vita,
hogy ez mennyire valós indok. Ezt nagyon sok helyen lehet hallani európai képviselőktől, meg európai szereplőktől, hogy ez egy nagyon veszélyes jelenség, hogy a radikális erők egyre erősebbek az európai platformon. Ergo veszélyes kinyitni a szerződéseket, mert lehet, hogy rosszabbul jövünk ki, mint ami éppen most van. Szerintem ez egy kommunikációs bullshit, de ebből lehet vitatkozni. Ugyanis az elmúlt időszakban lehetett a háttérben olyan információkat kapni, hogy igenis van arra törekvés, egyébként a nagy párcsaládokon belül is, hogy komolyabban újra nyissuk a kompetencia kérdést. És nem csak a háttérben, hanem a kinn a placon is, hiszen az Alkotmányügyi Bizottságnak az elnöke maga, Danuta Hübner, aki egyébként egy lengyel néppárti politikus, az egyik legelkötelezettebb híve annak, hogy legyen újra gondolva a kompetencia kérdés és az integrációnak a jelenlegi állapota. És ilyen szempontból a lengyelek a kelet-európai blokknak az egyik vezető ereje. Tehát, hogy ő egy nagyon fontos partner. És azt nem értem teljesen, hogy akkor ebben te hol foglalsz állást, tehát hogyan képzeled el azt, hogy mélyül az integráció olyan formában, ami Magyarországnak jó, miközben tartunk attól, hogy kinyitjuk a szerződést. Másfelől az a kérdésem, hogyha valóban van a szocialista párton belül egy progresszív csoport, amelyik frissen gondolkodik, újonnan gondolkodik, nincsen azokban a ilyen dinoszaurusz gondolkodásokban beleragadva, amiben mondjuk a nem tudom, 60 év fölötti gyerekkoruk óta az Európai Parlamentben szocializálódott képviselők beleszorultak, akkor például ez a progresszív csapat, fiatal SND-s csoport például partnere abban, hogy ezt a kérdést kinyissuk. És egy záró gondolat, és az is azt gondolom, hogy itt Tamásnak lehetnek erről meglátásai, nem beszéltünk még részletesen róla, hogy ugye most a görög válság az erőteljesen beleszólt ebbe a kérdésbe, hogy kinyithatjuk-e a szerződéseket, vagy hogyan menjen tovább az integráció, és egy pazi nagy követ beledobott ebbe az integrációs folyamatba. De lehet, hogy ennek az a következménye egyébként, hogy a britek megijedtek az egész kérdéstől, és most már a briteknél többsége van elvileg a kutatások szerint annak, hogy mégse lépjenek ki az unióból, tehát ott viszont egy másik irányba billentette el a folyamatot. Tehát nem kizárt, hogy akkor, amikor ez a két hullám lecseng, vagy ez a két hullám egy kicsit nyugvópontra jut, akkor ez egy újra nagyon aktuális kérdés lesz, akár két éven belül, vagy akár két év múlva. Szóval mit gondol erről az a, nem gondolom, hogy a progresszív csoport képviseletében tudsz itt valamit mondani, de te személyesen mit gondolsz erről, hogy mondjuk egy-két év múlva, mert ugye az előkészületeket igényel, hogyan lehet ebben a kérdésben, az integráció mélyítés kérdésében előrelépni, konkrétan nem elvi szinten, nem beszédek szintjén, hanem konkrét politikai folyamatok szintjén. Rendben. Az alaptézis, amiből kiindultál, az téves, és abból vezetted le az én megdorgálásomat, ezért aztán most szeretném a félreértést nagyon gyorsan tisztázni, és akkor bennem volt a hiba, úgyhogy ez nem volt egyértelmű, nem a te szenzoraidba. Nagyon szívesen kinyitnám akár holnap az alapszerződések kérdését, mert egyébként pont arról beszéltem, hogy ez a mai intézményrendszer, a mostani megosztott hatáskörökkel, a mostani, nem beszéltünk róla, de tanács kompetenciája kontra bizottság, kontra parlament, nekem tele van a tudatom a tanács magatartásával, hogy egyébként ott néhányan leülnek és eljátsszák 500 millió polgár nevében az asztal körüli megállapodásokat, miközben lehet, hogy annak köze nincs ahhoz, amit korábban a parlamentben mégiscsak egy szélesebb, demokratikusabb felhatalmazással bíró intézményrendszer tagjaiként, amiről beszéltünk, stb. Nagyon sok, majd mondok még egy példát is erre. Tehát én kifejezetten támogatnám azt, hogy tudjuk kinyitni az alapszerződések kérdését. A problémám az, hogy nem fogunk győzni ebben a küzdelemben, hogyha egyébként a társadalmak nem állnak mögöttünk. Márpedig ma például a görög társadalom, a magyar választóközösség azon része, amelyik egyébként véleményt nyilvánít, és nem utazott még el az országgal a lábával szavazó a rendszer és a gazdasági helyzet ellen, nem támogatna egy mélyülő, más típusú Európát. Mert hogy ma a kormányzat politikája és a közpénzből finanszírozott elképesztő kommunikációs gépezet, az súlykolná mindenkinek a fejébe, hogy nem, magyarok nem. És én ezért mondtam, hogy sajnos a populista pártok és a szélsőséges pártok
belpolitikai küzdelmekben játszott erős szerepe miatt félő, hogy nem tudunk hozzányúlni az alapszerződésekhez. Ettől még neki kell menni az ügynek, mert addig ostromoljuk ezt a kérdést, amíg hátha egyszer megérik rá a helyzet. Azért az sem lényegtelen, és azt gondoltam, hogy az LMP nyári akadémiáján ez többet szóba kerül, hogy egy kis megjegyzést tegyek pikírten, látom, hogy ti sem tudtok mit kezdeni a helyzettel. Szóval azért a Syriza jelenség az meglehetősen szerintem tanulságos, mert én LMP-től a kommunistákig, szomszédaim a kommunisták, úgy ülök a frakcióm szélén, láttam a hatalmas lelkesedést itthon vagy Brüsszelben a Syriza jelenség kapcsán, és én pedig hát sok szoci kritikát is kiváltva többször elmondtam, hogy ez egy életveszélyes játék, mert ez nem egy baloldali program, ez egy populista program, amit csinálnak. És sok minden más, a Che Guevara szerep az néha ráférne Európára, hogy néhány ilyen forradalom már egy kicsikét áttörje a mai begyepesedett struktúrákat. De ezzel együtt azt mondom, hogy a Syriza jelenség is mutatja, hogy óvatosan kell neki látunk egy ilyen történetnek. Kérdésedre válaszolva, igen, én is szeretnék hozzányúlni az alapszerződésekhez, de hát nem, olyan pici pont vagyok ebben, hogy csak a magam szerepét, amiben el tudom helyezni magam, azt tudom kínálni. A szoci frakcióban egyébként őrült nagy viták vannak. Annyi az érdekesség, hogy nekem a korábbiak, a régebbi képviselők mesélik, hogy ilyen komoly politikai csaták, jó értelemben vett politikai csaták a frakción belül nem voltak az előző ciklusokban, mint most. Akár TTIP, akár uniós kérdés, görög kérdés, Juncker csomag, intézményrendszer kapcsán őrült nagy viták vannak nálunk, és ez jó, mert ez pezseg. Ebből látszik, hogy érdemes véleményt formálni. Mi volt a másik kérdésed? Ez nagyjából. Jaj, nem nevezném magunk azért progresszív csoportnak. Én csak azt mondtam, hogy igen, hangosak vagyunk, hogy így nem maradhat semmi. Tehát én például majd minden alkalommal neki megyek a aktuális biztosnak, aki bejön hozzánk egy meghallgatásra vagy beszélgetésre. Tehát aktívak vagyunk, és akkor ezt nevezzük progresszívnak, akkor szívesen vállalom, szeretnénk progresszívek lenni ebben az ügyben. Én nem nyugdíjas ilyen levezetésnek vettem ezt az európai parlamenti mandátumot, hanem ezt hihetetlen izgalommal magyar, de EP képviselőként és SND-sként próbálom végigküzdeni, akkor viszont progresszív akarok lenni, nem ebbe a langyos állóvízbe, ami most ott az én jellemző. Tessék? Ja, köszönöm. Mi lesz az? Bocs, a roaming, egy mondat. Itt volt a roaming ügy. Teljesen egyértelmű volt mindenki számára, hogy az előző megállapodáshoz tartja magát Európa. Idén decembertől nem lesz roaming, hogy hívják ezt, barangolási díj, azaz nem lesz barangolási díj Európába. Egy versenyképes, egységes Európai Unióban ez őrület, hogy mi pénzt kifizetünk ezért. Megegyezett a parlament, a bizottság, és akkor még úgy nézett ki, hogy a tanács is. Erre ezek a nagyszerű kormányfők összeültek, és valami fajta iparági lobby érdekében jól megbeszélték, hogy ezt el kéne halasztani. Csodába a parlamenti döntéssel, meg azzal, hogy megígértük az európai népeknek, hallgassunk róla, és majd később. És így lázadt a MIM fel például a parlamentbe ez ellen, aztán a ti frakciótokban is, meg a Libiknél is jöttek mások is, és ugye ez mutatja, hogy hiába próbálunk ki normális döntéshozatali mechanizmust, hogyha összeül néhány kormányfő, vagy éppen a minisztereik, és ezzel gyökeresen ellentétes, másfajta érdekeket képviselve elkezd hát egy valódi döntéshozói szerepben tündökölni. Tehát ez például, hogy ez a tanácsi döntési kompetenciákat, hát én egészen biztos, hogy átírnám jelentősen. Ma így nem lehet döntéseket hozni Európában. Vejszilárd vagyok. Nekem az a kérdésem, hogy itt szó volt már arról, hogy a Fidesz az elég arrogánsan pártpolitikai, illetve belpolitikai kérdéseket visz gyakorlatilag folyamatosan az EP-be. Viszont hát ez nem egyedi eset. Én emlékszem, szocialista, DK, sőt még a Jávor Bence is nem egyszer viszi be a belpolitikát az EP vitákba, illetve hát azért itt külföldi példákat is tudnánk mondani. Hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Ugye gondolom itt azért van egy ilyen választói elvárás is, hogy az EP tematikája az jóval kevésbé érdekli az átlagembert, a belpolitika sokkal-sokkal többeket vonz. Csak hogy értsem a kérdést. Mi az, hogy bevinni a belpolitikát? Hát például az Orbán
köré szerveződő vitapontként. Példát kérek szépen. Példát kérek. Mi az, hogy bevinni a belpolitikát a brüsszeli intézményekbe? Mi az, ami téged, mint magyar állampolgárt itthon érint, de odakint már nem? Hát nem erről beszélek, arról beszélek, hogy alapvetően pártpolitikai viták zajlanak EP szinten, ahol én úgy gondolom, hogy inkább az európai, akár így magyar, tehát szokták is mondani egy kicsit eufemisztikusan, hogy ott minden képviselő igazából magyar képviselő. Rendben, játsszuk le. Sajtószabadság kérdése. Fölveti valaki a kérdést az Európai Parlamentbe, és éppen a magyar sajtószabadság helyzetéről lesz szó. Újhely István föláll, és kimegy, azt mondja, hogy ezt magyar belpolitikaihez nem fog hozzászólni. Ezt várod tőlem? Én nem azt mondom, akkor csak, hogy ne csak. Tehát, hogy hol nagyon, húzok határt? Nagyon sokszor az van, és főleg a magyar médiában is ez jön le, és erről van szó, hogy a magyar ügyek gyakorlatilag európai ügyként beszélnek róla, ahelyett, hogy egy ilyen integrált összeurópai megoldásokról beszélnénk. Most a menekült kérdésben is, persze a kormány is ezt a passzát szeret fújni, ezt elismerem, de igazából erre máshonnan sem nagyon lehet látni alternatívákat. Illetve egyébként tényleg nem akarok itt kipécézni embereket. Nem, szívesen vitatkozom, ez az én műfajom, imádom. Végre valaki kötözködik velem. Katával nem mertem azért ilyen aktívabb párbeszédet folytatni. Mondd meg, mit kell csináljak. Mondd meg. Mi az a magatartás? Én nem konkrét elvárásom van, inkább egy ilyen hozzáállásváltozás, nem csak tőled, nagyon sok ember. Mondd meg nekem, mi a hozzáállásváltozás? Hogy egy bizonyos kérdéseknél, például ott az EP-ben, nem csak belpolitikai magyar megoldási javaslatot, hanem tényleg egy ilyen összeöpölés, amihez valószínűleg... Még akár az is lehet, hogy Magyarországon nem egy népszerű álláspontot kell felvállalni. Na jó, át fogom neked küldeni, hogy adsz egy e-mail címet, az elmúlt egy éven beszámolóját, és látni fogod belőle a ezernyi kérdés megszólalás téma kapcsán, hogy ennek 5%-a mondjuk, ami magyar belpolitikai kérdést érinthet, az összes többi összeurópai, de miután a magyar belpolitika olyan konfrontatív magatartást folytat a saját szövetségi, közösségi, nemzetközi környezetünkkel szembe, ezért nem tudok olyan dologhoz nyúlni, amiből utána ne lehetne Magyarországon belpolitikai kérdést gyártani. Értem, hogy miért kérdezed, de azért ugrok az ügyre, mert akkor a magyar civil társadalom, a magyar pártok, politikai erők döntsék már el végre, hogy hazaáruló az, aki egyébként nemzetközi szinten egy másik magyar arcot, Magyarország másik arcát akarja megmutatni és képviselni, vagy nem. Mert én azt gondolom, hogy Magyarországnak van másik arca, nem csak az Orbán kormány, és ha én ezért megszólalok és mást mondok odakint, attól nem én vagyok a hazaáruló, hanem meg kell gondolkodni itthon, hogy mi a valódi nemzeti érdek, vagy mi nem. Ezért ugrok erre, tudom, hogy nem ezt kérdezted, csak szerettem volna, hogy ez kijön ebből, nem egyszerű, de nem csak magyar belpolitikával foglalkozom. Viszont akkor csak egy pillanat, hogy viszont nincs egy olyan felelőssége minden LP képviselőnek, hogy próbálja meg tematizálni akár az Orbán kormánnyal ellentétesen is ezt az egész európai politikát, vagy ahogy Magyarországon beszélünk az európai politikáról? De, ezt csináltam az elmúlt másfél órában is. A Tamás, egy rövid hozzászólás elég, bár nem nekem szólt a kérdés, de nem teljesen független attól, amit én erről gondolok. Én egyrészt azt gondolom, hogy én nem veszem annyira komolyan ezt a hazaáruló cuccot. Én tartanám magamat Antal József idevágó örökbecsüjéhez, hogy a parlamentben, amikor elhangzik az, hogy hazaáruló, az azt jelenti körülbelül, hogy nem értünk egyet. Tehát én ennek nem tulajdonítok különösebb jelentőséget se pró, se kontra. Éppen ezért nem is szeretem használni se pró, se kontra. Mert hát egy kicsit elhasználtuk ezt a kifejezést minden irányban. Úgyhogy ezt én kivenném a képbe, szerintem ez tök mindegy, hogy most valakit lehazaárulóznak, vagy nem. Ez egy szép, régi magyar hagyomány, a magyar parlament, ami most a legszebb hagyományai közé tartozik. De van egy fontosabb rész, amit én érteni véltem a kérdést, az én szempontomból is. Szerintem legalább kétféle szerepfelfogás lehetséges, és én csak azt szeretném, hogy azt fogadjuk el, hogy mind a kettő legitim. Lehet úgy gondolni, hogy mi olyan értelemben vagyunk benne az Európai Unióban, minthogyha ez már egy föderatív állam lenne, és ezért lenne az a közös európai
démosz, az a közös európai társadalom, aminek a nevében meg tudunk szólalni, és lehet úgy is felfogni, hogy nem, ezért nem kérek adott esetben számon olyasmiket, amiket otthon a magyar parlamentben esetleg számon kérnék, mert azt gondolom, hogy itt másról kell, hogy szóljon a vita. Én csak azt szeretném, hogy az legyen elfogadott, hogy mind a kettő egy lehetséges szerepfelfogás. És ha ebben egyet tudunk, ez nem neked szóló kritika, mert tőled ilyet sose kaptam, más a frakcióban ülő képviselőtől kaptam ilyet, hogy miért nem vagyok én ott Navracsics kolléga meghallgatásán, és ezt nyilvánosan megkapom, mielőtt tájékozódna az illető, hogy nekem egy másik bizottsági ülésem van abban a pillanatban, amikor Navracsics kollégát a rendkívül izgalmas kulturális bizottsági ülésen meghallgatják. Ez mondom, tehát nekem csak annyi lenne ehhez a hozzáfűzni valóm, hogy szerintem lehet mind a kettőt csinálni. Én nem gondolom azt, hogy feltétlenül az árt a magyar belpolitikának, hogyha a legkülönbözőbb terepeken beleértve az Európai Parlamentet is, magyar belpolitikát érintő kérdésekben éles viták vannak magyar képviselők között. Más országok képviselői is egyébként csinálják ezt nem rendszertelenül. Tehát ez önmagában nincsen semmi baj. Az a baj, hogyha az egyik vagy a másik szerepfelfogás az azt állítja magáról, hogy ő az egyetlen demokratikus változata ennek az Európai Parlamenti képviselői szerepfelfogásnak. Na ez az, amit viszont szeretnék akkor visszautasítani. Tehát lehet így is, lehet úgy is, és mind a kettő rendben van szerintem. Jó, akkor egyértelműsítek. A Tamás ezt magára veszi. Nem erről beszéltem, mert egyébként akkor magamtól jöttem volna elő azzal, hogy pontosan ismerem a te kinti munkásságodat, míg fel is készültem belőled. Tulajdonképpen te választottál szerintem a következő 5 évre egy politikusi magatartást, vagy 4 évre, amelyben kifejezetten szakmai ügyeket viszel, a külpolitikában és más kérdésekben egy komoly mértékadó figurává tudod magadot kinőni. Ezért aztán tudatosan nem veszel részt azokban a vitákban, amelyek mondjuk a magyar miniszterelnök kinti belpolitikai okokból való megjelenése kapcsán sajnos valakinek el kell vinni ezt a balhét, rendszeresen most rám jut a szerep, hogy én ütközök kőkeményen a miniszterelnökkel, amikor ilyen helyzet van. De valakinek ezt be kell vállalni, mert ha senki nem vállalja be, akkor ott fogunk tartani, hogy egyébként nulla ellenállásba ütközik az a politika, amit a miniszterelnök itthon vagy kint képvisel. Én meg egyébként is egy ilyen harcias típus vagyok, nem kell nekem messzire menni egy kis keménységért, egy politikai szócsatába, tehát ezeket beszoktam vállalni. De számomra legitim az, amit te csinálsz, és tőlem soha nem hallottál arra a megjegyzést, hogy Tamás miért nem álltál ott az első sorban, hogy amikor a golyókat osztották, mert hogy egyébként utána, csak mondom, a Badacsonyi strandon nem hozzád lépnek oda, hanem hozzám meglett úri emberek és asszonyok, és orribálják le a fejemet, hogy hazaáruló, amit utána a gyerekeim, a 4 gyerek megkérdez, hogy az mit jelent. És úgy fröccs mellett nehéz ezt elmagyarázni a lángos evés kellős közepén. Szóval ezért ugrok erre a témára, de én továbbra is ilyen harcias leszek, és elfogadom a Meszelics kollega más típusú politikai stratégiáját tudaként, amit folytat. Még egy közérdekű bejelentés. Nem, egy nagyon rövid kérdésem lenne. Itt elhangzott az, hogy a bizottságnak megváltozott a szerepe, és hogy igazából nem nagyon dolgozik. Hogy ez az elemzés, ez mennyire helytálló, tekintve, hogy voltak éppen a politikai legitimitását pont ez a bizottság, hogy a pártoktól kapta. És nem arról van ez szó, hogy a politikai hatalom egy teljesen más közegbe kerül, és ez így van, és hogyha valóban csökken a parlamentnek ez a fajta politikai hatalma, akkor az itt ülő képviselők hogy képzelik el az elkövetkezendő 4 éves munkájukat? Tehát milyen agency-vel rendelkeznek? Itt a mikrofon, és akkor te fogsz zárni. Én azt látom egyébként, hogy lehet dolgozni a bizottsággal. Én egy-két olyan szakmai ügyben, amiben belefogtam abba, tudok előre haladni, és nem a biztosoktól függ, Tamás is tette erre megjegyzést, főigazgatóságok, igazgatóságok, ragyogó dolgokat lehet előkészíteni, több olyan projektünk is van, mint a ilyen úgynevezett pilot projektek, amiket tavaly is elfogadtattam. Most is van olyan pilot projektem ifjúsági munkanélküliség kapcsán, amiben kifejezetten A-kategóriás bizottsági döntést kaptam, tehát valószínűleg át fog csúszni a parlamenten is. Tehát lehet dolgozni. A probléma az, hogy láthatóan a politika nem állt össze itt a bizottság fejében. Tehát nem pontosan tudják ebben a bonyolult bizottsági szerkezetben, hogy kinek mi a dolga. És én akkor ezzel zárok, ebben azt hiszem, hogy ha jól láttam a kommunikációját az LMP-nek mostanában, akkor ebben kéz a kézbe fogunk haladni. Én ráálltam tavaly a külföldre
emigrált magyarok, tehát most már 500 000, 300 000, majdnem mindegy mekkora szám, ennek a korosztálynak az érdekképviseleti rendszerének a megszervezésére, és most amiben tőlem várhatnak politikai kezdeményezéseket, az alapvetően ez a politikai kérdés, ami részben ifjúsági munkanélküliséghez kötődik, részben pedig egy példát mondok, most azon küzdök, hogy a bizottság fölfogja végre, nem csak a magyar kormány, hanem a bizottság is, hogyha vannak arra alapok, hogy egyébként egy német cég egész magyar családot ki tudjon telepíteni és beírasson nyelviskolára, és erre az Európai Uniós forrást kap ehhez a mobilitáshoz, akkor követelek olyan alapokat, és nem a magyar kormány rendelkezésére bocsájtva, hanem brüsszeli forrásból, amelyek ugyanezt visszafele is meg tudják tenni, hogy akár Magyarországon működő cég, nekem aztán mindegy, hogy multi vagy egy jobban örülnék egy kis és középvállalkozásnak, de hogy haza tudjon telepíteni úgy fiatalokat, hogy családostól az újrabeilleszkedésüket és az itteni munkába állásukat, otthonteremtésüket megtámogatva. És ezek apró példák, de én már akkor 5 év múlva büszke leszek erre a ciklusra, hogyha mondjuk néhány ilyen alapra úgy tudtam kezdeményezőként javaslatot tenni, hogy ezek meg is valósultak, és ebből ennek a több százezer kinti magyarnak valamilyen módon a hátterét, akár hazajövetelét, akár pedig a kinti létét meg tudjuk segíteni. Úgyhogy én most ezzel foglalkozom, látom, hogy a Szél Bernadett is ráállt, erre örülben hallgattam. Itt van, az előbb láttam, látom, hogy ti is ráálltatok erre, szerintem ez egy fontos ügy lesz a következő években. Ez az én politikai krédom a következő néhány évre. Köszönöm, gyors teszek. A bizottság teljes munkájára én nem látok rá. Tehát az nagyon túlzás lenne azt mondani. Nem is, félreérthető volt, hogyha úgy hangzott, hogy én a bizottság összmunkájáról beszélnék. Nem, én kifejezetten a törvényhozási kezdeményező munkájáról beszélek, amit ugye minden kormány beszokott nyújtani a ciklus elején minden parlamentnek, és itt pontosan az a baj, hogy ezt a Juncker bizottságról már a megalakulása pillanatában lehetett tudni, hogy mi az ambíció szintje a törvényhozási munkában. És az körülbelül a fele volt az utolsó Barroso bizottság ilyen ambíciós szintjének, már darabszámra is, meg hát az ügyek jelentőségét tekintve is néhol. Én ezzel vagyok elégedetlen. Tehát én azzal vagyok elégedetlen, hogy az rendben van, hogy fél évet kapott még csak ez a bizottság, hogyha úgy tetszik, de ez alatt a fél év alatt azt látom, hogy fele annyi lett a munka az Európai Parlamentben a bizottsági kezdeményezések felől. És ezt én nem tartom jónak. Ettől független a bizottság többi tevékenységében, a bizottság tevékenység nem merül ki abban, hogy törvényhozási cselekményeket kezdeményez az Európai Parlamentben. Annak én csak egy nagyon szűk szeletére látok rá, részben rálátok a külügyekre, részben rálátok hát a szociális ügyek egy részére. És a krédónk itt is nagyon hasonló lesz, tehát én is azt gondolom, hogy például ma a Magyar Nemzet Online-ban megjelent cikk kapcsán annyira fölbosszantott már megint a magyar kormány, hogy kénytelen leszek utána járni annak, aminek nem gondoltam, hogy nekem kéne utána járnom, azt gondoltam, hogy a sajtónak kéne, hogy mégis tulajdonképpen miért nem használja a magyar kormány változatlanul ezt az európai globalizációs alkalmazkodási alapot egyáltalán, hogy egyetlen egy ilyen pályázatot sem képes a magyar kormány benyújtani. Ennek most már végére fogok járni, mert most fölbosszantottak annyira azzal a választól, hogy az újságíró elfogadta, amikor a minisztériumban azt mondják neki, hogy hát mert az nem gazdaságos. Köszönöm szépen, fogom még csapkodni a fejüket ezzel, és nem azért, mert hogy ezzel én bármilyen nevet akarok szerezni magamnak, ez nekem nem tartozik a szakmai ambícióim közé, hogy én munkaerőpiaci szakpolitikussá, szakértővé nőjen ki magamat. Ez van olyan, már bocsánat a kifejezésért, szarháziság, ami engem annyira bosszant, hogy csak azért ne használjunk ki egy forrást, mert nem mi osztjuk szét. Ez engem annyira bosszant, hogy ez most... Kicsit elhatároztam, hogy ez része lesz komolyabban a munkámnak. Úgyhogy ennyi, hát egyébként megcsinálom azt, amit tudok a bizottságaimban. A kérdések ezzel lezárultak. Két nagyon rövid hozzászólás, mármint hogy bejelentés. Zoli jelezted, hogy be akarsz jelenteni valamit. Zarándi Zoltánnak hívnak, a Tamás csapatában vagyok én is. Részben pedig az ÖPÁ-nak a rendezvényét is segítettem most. Úgyhogy mindkét minőségemben nagyon köszönöm, hogy elfogadt,
elfogadtad a meghívást, István, a rövid határidő ellenére, és tényleg hozzájárultál ahhoz, hogy az ember úgy érzi magát, mintha egy normális országban élne. Ilyen beszélgetések kellenek hozzá. Amit szeretnék bejelenteni az az, hogy én összeállítottam egy rövid összefoglalást, külön meg anyagokat, európai parlamenti tájékoztató anyagokat, illetve az általunk szervezett európai parlamenti látogatásokról, az eddigiekről, illetve a tervezettekről, amik szeptember, október, november, decemberben, tehát minden hónapban sorra kerülnek. És ezekhez hozzá lehet jutni majd az ebédlőnél, a bejáratnál, és szeretném azt javasolni, mindenkit invitálnék tisztelettel, hogy az ebéd után 14:30-kor az ebédlő mögött levő füvön, ugye zöldeket a zöldre jeligével várnék egy kis beszélgetésre ezekre az Európa Parlamenti látogatásokra, és egyébként meg olyan projekt kezdeményezésekre, amelyekről most nem fogok beszélni. Természetesen. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. János, és akkor? Hogyha megengeditek, akkor egy táblára szeretném a figyelmeteket felhívni, az a béke, vagy a béka nagy díj. Itt több ideig kapott már béke díjat, így, amit én adhatok át a béka társaság nevében, és ti is most részesültök egyébként. Minden béke, a béka díj, bocsánat, különböző kategóriából áll. Az első, talán a szívemhez legközelebb álló a Zen béka díja, és ezt Tamásnak szeretném átadni, mint a nyugodt erőnek. Maradjál továbbra is ilyen békés és nyugodt. A következő kategóriát Istvánnak szeretném átadni. Igen, ennek is fogsz örülni, megígérem neked. Ez egy érdekes könyv, amit a békákról feltétlenül tudni kell. Ezt egy társad már megkaphatta, nem politikus társad, csak előadó társad. Én kívánom, hogyha a parlamentben esetleg felszólalsz, akkor a békákat is képvisel szeretettel. Ehhez kapja kis segédanyagot, hogy békákról tájékozódhassál. Parancsolják. Köszönöm szépen. És akkor hát Csaba se maradhat ki persze, mert abszolút jó végezte a munkáját, és I want to hold you tight, tehát a békákat ugye szorosan fogom, mint a két előadó, két békatársat, és hát fogad szeretettel, és tartsd meg ezt a krédiódat, hogy mint újságíró, ezt szerint viszonyulj minden egyes gondolathoz, meg előadóhoz. Köszönöm szépen.